Akkor üdvözlök mindenkit az elmúlt 2 év tanulságai címszóval megrendezett eseményen. Hát szerintem téged annyira nagyon, András, nem kell bemutatni. Ugye Corvinuson mesteroktató vagy, azon kívül meg a számomra teljesen kimondhatatlan nevű német intézetben. Ezt szerintem te mondd inkább, mert én próbálok német szavakat kiejteni, ez mindig csúnya. Rövidítést kell mondani, DGAP, és igen, akkor az teljesen jó úgy. Igen, én pedig a KRTK-ban dolgozok geográfusként, ugye nekem tulajdonképpen a háborúhoz és a geopolitikához, az égvilágon semmi hozzáértésem nincsen, viszont én részt vettem projektekben, ami Ukrajnának a földrajzát vizsgálta, a népesség, demográfia, etnikai dolgokat, és akkor nekem minden kapcsolódásom. Tehát alulról nézem a dolgokat, vagy hogy mondjam. És igazándiból már azt szeretném hozzátenni, hogy egy kicsit ugye az elején én beszélnék egy pár szót kis tudományelméleti megközelítéssel, mert én azt vettem észre, hogy ez még a szakirodalomban sem mindig jön át jól. Sajnos tudományfilozófiát ma már az egyetemeken nem tanítanak, legalábbis a legtöbb egyetemen nem tanítanak, ez így helyes. A tudomány az alapvetően nem úgy működik, hogy megírunk valamit, és akkor az úgy van, megmondtuk a frankot, megveregetjük a vállunkat, betesszük a fiókba, és akkor onnantól kezdve minden jó. Szerintem mindenki emlékszik még tanulmányaiból például az atommodell fejlődésére, ugye gyakorlatilag az ókori görögöktől egészen a mai huráméleti megközelítésig akár. Nyilván a régebbi módszerek nem azért voltak mások, meg a régi modellek, mert akkor buták voltak a tudósok, csak az akkor rendelkezésre álló adatokból arra jutottak. Másrészt azt tudni kell, hogy a tudomány az alapvetően nem a nagy igazságot mondja el. Egy nagyon egyszerű példát mondok, minden mérésben van valamennyi hiba, akár egy közvéleménykutatást csinálunk, de még a népszámlálásban is van valamennyi hiba százalék, hanem az úgynevezett interszubjektivitást próbálja előadni a tudomány, aminek az a lényege, hogy alkotunk a valóságról egy modellt a rendelkezésre álló adatok alapján, és akkor ezzel megpróbáljuk leírni a folyamatokat, és jobb esetben még előrejelzést is tenni. Viszont attól függően, hogy azt a modellt mire használjuk, arra szolgál ez a kép nagyon jó illusztrációként, a színek sem teljesen véletlenek, így Magyarország esetében, hogy egy modell alapján 2 folyamatot lehet teljesen eltérően értelmezni, ez függ attól, hogy milyen léptékben vizsgáljuk. Mindig nagyon egyszerű példát szoktam mondani, hogyha azt kérdezzük, hogy Magyarországon kell-e több betonút, akkor erre nyilván Budapesten az a válasz, hogy nem, ide zöldítés kéne. Ha megkérdezünk egy alföldi tanyásterületet, akkor azt mondják, hú, nagyon jó lenne még egy betonút ide. Tehát ez minden nézőpont kérdése. Ugye ennek az egyik eredménye az, hogy egyszerre több egymásnak látszólag ellentmondó tény is igaz lehet. Egy nagyon jó példa szerintem erre a hidrogén gazdaság, amiben most Európa ugye beleszeretett, azért szoktam földrajzosként mindig felhozni, mert ugye elvileg nagyon jó, hiszen nem szennyezi a várost a hidrogénüzemű autó, hiszen vízgőzt enged ki. Másrészt ugye viszonylag jó az energia hatékonysága, de azt az apróságot is figyelembe kell venni, hogy a hidrogént manapság nem vízbontással állítjuk elő, hanem gyakorlatilag metánból egy kémiai folyamat során. Tehát amikor hidrogénüzemű autót használunk, akkor ugyanannyi szén-dioxid távozik jóformán a légkörbe, mint hogy egy dízel buszt menne. Tehát a kettő együtt adja ki az igazságot. Ráadásul nagyon sok tévhit van a köztudatban, ugye ez a klasszikus mindig, ami történelmi tévhitről van szó, akkor mindig a Napóleon testmagasságát szokták előhozni. 160 centis volt, az akkoriban teljesen normális. Na most erre szerintem ennél még kézenfogható példa az, hogy ugye az emberek a hollywoodi filmeknek elhitték, hogy baleset után az autók felrobbannak. Emiatt évente jó sok embert hagynak benne balesetek után az autókba, ezzel egy baj van, az autók nem tudnak felrobbani normál körülmények között, az üzemanyag tartályoknak a fejlesztésében nem kis pénzt toltak bele az autógyárak, hogy még ha véletlenül se legyenek képesek felrobbanni. Ennek ugye az egyik oka az, hogy nincs rendszer szemlélet, nem az egészt nézzük általában, nem egy-egy apróságot. Ráadásul ugye a tévhiteket még gyártják is nekünk nagyüzemileg, ugye ez a dezinformáció, ez nem véletlenül egy orosz szó. Itt azért fontos hozzátenni, hogy ezt meg is kell különböztetni a hivatalos és social médiát. Én ma felnéztem reggel az internetre, a YouTube-on beírtam az orosz-ukrán háború kifejezést a keresőbe, nekem az algoritmus 50 találatot adott fel. Ezt gyorsan megnéztem, hogy ebből volt 2 olyan, ami teljesen irreleváns volt, hogy csak tévedett az algoritmus, tehát annak semmi köze nem volt a konfliktushoz. Volt 6 darab értelmes beszélgetés, ebből alapvetően úgy mondom, hogy 4 volt nagyjából semleges, 2 meg egy kicsit az oroszok pártjára húzott, ezzel önmagában egyébként semmi baj nincsen, hát nyilván szabad véleménynyilvánítás mellett nyugodtan nincs az a probléma, hogy valaki inkább az oroszoknak szurkál. A maradék az úgy nézett ki, hogy volt 6 darab, ami ilyen kőkemény ukrán propagandától, tehát elég durva ferdítései voltak a tartalmának, és 38 darab meg egy az egyben orosz propagandától, tehát ezek az arányok szerintem mindent elmondanak. Ez a kis fönti ábra, most el is lőttem sajnos a poént, ugye ez, amit mindig szoktam mondani, hogy a rendszer szemlélet mennyire fontos, ezt ezzel szoktuk illusztrálni az iskolába, hogy össze kéne húzni a 9 pontot 4 darab szakasszal, de ez összefüggő szakasszal. Ezt senki nem tudja megoldani, ezt egyébként matematikusok be is tudják bizonyítani, hogy ezt nem lehet megoldani, kivéve akkor, hogyha kilépünk a rendszerből, mert akkor azonnal meg lehet oldani. Ugye ennek ez mutatja azt, hogy hogy a rendszerről, magáról, egy folyamatról hogy gondolkozunk, az meghatározza azt, hogy mit fogunk látni bele. És akkor egy konkrétumot, és akkor ahol én bekapcsolódtam ebbe az egész dologba, ezt emelném ki, nagyon röviden. Ugye ez a térkép szerintem ez mindenkinek megvan, ugye ezt próbálták Magyarországon is annak idén eladni, ezt a Novorussia projektet, hogy ugye Dél-Ukrajnát így le kéne szakítani a fenébe, mert hogy ott ugye, hát mint a piros szín is mutatja, ott oroszok vannak, nem ukránok. Hát ugye ez egy dologra hívnám csak fel a figyelmet, most nem akarok nagyon földrajzos kutatás módszertanba belemenni, csak ez a piros kategória 25% és 74% között van. Tehát azért nagyon nem mindegy, valljuk be, hogy egy területen a lakosságnak az 1/4 beszél oroszul, vagy a 3/4. Azért ez nagyon nem mindegy. És ugyanezt települési szintű bontásban nézzük, akkor azért már nagyon más a lányzó fekvése. Azért hozzá kell tenni, hogy azért az ukránokat se kell nagyon félteni olyan szempontból, azért ki szeretik a statisztikát. A ruszinokat csont nélkül behúzzák Ukránnak például a mai napig. Tehát ahogy ugye Putyin szerint ukrán etnikum nem létezik, azért ugyanúgy a ruszinok sem léteznek az ukrán hivatalos álláspont szerint. De azért, ha megnézzük, azért ez meg ez azért nagyon köszönő viszonyban nincsen. És azért ugye ez az egész dezinformáció, ami például Magyarországon is volt, hogy ugye itt gyakorlatilag nagyjából ez úgy volt megfogalmazva, hogy Putyin fehér lovon belovagol, hogy megmentse a szegény orosz gyerekeket itt a náci ukránoktól. De azért látni kell, hogy még a két úgymond szakadár köztársaság területén sem volt egyébként azért annyira homogén ez az etnikai összetétel. És akkor a fontos dolog, ami már nem dezinformáció, nem sima mezei magyar tévhit, hogy ugye az, hogy valaki milyen nyelven beszél, meg hogy milyen annak az etnikai hovatartozása, az két külön dolog. Nálunk magyaroknál ez nagyjából együtt jár, mert aki tud magyarul, az szokott magyar lenni általában. De alapvetően olyan nyelveknél, aminek vannak viszonylag közeli nyelvrokonai, azért ez nem mond el sokat. Tehát attól például, hogy Ukrajnában, hogy valakinek mondjuk az édesanyja orosz származású volt, az apja ukrán származású volt, attól simán lehet, hogy az ő anyanyelve az orosz lesz, és oroszul fog jobban beszélni, de attól ő neki még teljesen ukrán lesz az identitása, vagy akár ez lehet fordítva is. Erre egy nagyon szép példát szoktam mondani, ott van Svájc. Svájcban vannak német nyelvűek, vannak francia nyelvűek, meg rétolománok, sőt még olasz anyanyelvűek is vannak. De attól ők még svájciak. Sőt, még jobban mondok, belga nyelv nem létezik, ott vannak vallunok, meg flamandok, de attól ők még belgának érzik magukat. Tehát ez egy ilyen kicsit, ez egy magyaros tévhit, és még nálunk sem teljesen igaz, mert egyébként nálunk is attól függ, hogy milyen nemzetiségű a népszámláláskor a lekérdező, attól nagyon nem mindegy, hogy mit mondanak, hogy ők most magyarok-e, szlovákok-e mondjuk egy otthonosi népszámláláson, vagy éppen roma-e, vagy nem roma. Földrajzból még egy dolgot emelnék ki. Ukrajna földrajza az azért egy nagyon érdekes dolog, mert ha az átlag magyar embert megkérdezzük, akkor azt fogja elképzelni, hogy kb. Amit az Alföld, ilyen hatalmas nagy sík terület, tele szántóföldekkel, főleg gabonával meg kukoricával. Ez részben igaz. Ukrajnának vannak ilyen hatalmas területei, ugye a Fekete-tenger melléki Alföld és a Dnyeszter melléki Alföld. Az Ukrajna nagyobbik része az valójában dombvidék, tehát sokkal jobban hasonlít a mi Zala megyénkre. Ráadásul ugye ez erdősztyepp öv, tehát itt azért az őshonos növényzet az eléggé nagy összefüggő erdő, juharral, tölgyel, minden mással. Ugye azért ez nagyon fontos volt a háború lefolyásában. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, ugye ahol síkvidék volt, ott 22-ben mintak ki és a vajon az orosz páncélos alakulatok. A dombvidéki területeken meg nem. Sőt, még nem is teljesen jó az ábra, mert kicsit lusta voltam, mert ennél sokkal pokálósabb volt ez a helyzet. Volt főutakon keresztül robogtak, a kettő közötti dombvidéken nem tudtak mit kezdeni. Aminek az egyik oka, hogy Ukrajnának a közlekedés földrajzra az nagyon tragikus. És amikor azt mondom, hogy a Ukrajna közlekedés földrajza nagyon tragikus, akkor mindenki ugye arra gondol, hogy össze leesik az eső, jön a sár, és akkor jön a Rasputyica. Szerintem már mindenki hallotta Magyarországon, mert ha más nem, akkor a második világháborús tanulmányaiból biztos. Azt nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy ez a városokban is így van, tehát hogy itt nem csak arról kell gondolni, hogy a szántóföldön még a krasz sem tud átmenni, meg a T-72-es is toronyig elsüllyed, hanem arról kell elképzelni, a város vidéki paneltelepekre, ha valaki elmegy, akkor ott még láthat olyat, hogy a panelházak előtt ilyen kampó alakú vasdarab ki van rakva a bejárat elé, ez az úgynevezett sárkaparó. Ennek tényleg az volt a neve, de neve mutatja, hogy az ember a cipőről lehúzza a sarat. Ennek az az oka, hogy még Magyarországon és a 70-es, 80-as években a paneltelepeken a házak között nem voltak lebetonozva az utak. Hanem így nézett ki. Ukrajnában viszont nem volt pénz a rendszerváltás után sem ezt lebetonozni, és itt, itt azért még a városon belül is, és egy dolgot emelnék, itt ugye a Harkivhoz látszik, hogy gyönyörű szépen körbe volt kerítve. Most a Harkivnál megnézzük azért, hogy nagyjából hol volt a frontvonal, akkor azért látszik, hogy ilyen utcák. A szuburbanizáció jelen van Ukrajnában is. Mint Budapesten, ugye gyakorlatilag a budai oldal az szinte már Tatabányáig egybe van épülve, vagy lefelé majdnem Ceglédig, ugye az Alföldön. Csak ott ugye a szuburbanizáció az nem igazán úgy valósult meg, mint nálunk, hogy ilyen gyönyörű szép diszkarton paloták alakultak ki, hanem a régi dácsövek alakultak át. Gigantikus nagy dácsövek voltak ott a városok körül. Ez egy tipikus utca, hát meg kell nézni, nagyjából 3 méter kerítéstől kerítésig az útszélesség. Na most van egy rossz hírem, egy T72-es harckocsi, az több mint 3,5 méter. Fizikailag itt nem tud elmenni. A BTR az éppen el tud menni, de hát itt aki egy BTR-re bemegy, az gyakorlatilag a kamikáze akció szintje, hát itt bárhol lehet valaki egy RPG-vel, vagy egy molotov koktéllal, stb. Tehát a közlekedés földrajza Ukrajnának nagyságrendekkel rosszabb, mint amit... Tehát, hogy mondjam, tehát a Magyarországon, mert valószínűleg, ha megkeresnénk, a energiát fektetnénk belül, hogy megkeressük, hogy a melyik településnek a legrosszabbak az útjai, az Ukrajnában valószínűleg az átlagos lenne. Vagy még talán lehet, hogy az átlagnál jobb. Ugye ez volt a piros vonal, mutatja nagyjából a jelenlegi állapotot, ezt én azért nagyon-nagyon nagyjából jelölném ki, mert azért ilyen szépen beszokták húzni a sajtóba vonalként, de hát itt nem arról van szó, hogy van egy ilyen képzeletbeli piros vonal, és attól balra ukrán katonák, attól jobbra orosz katonák vannak, hanem azért pufferzónát kell elképzelni. Tehát itt azért van, hogy itt azért vannak senki földje, plusz azért itt mozgóharc van, tehát hiába látszik ez úgy, hogy ez beállt, azért itt folyamatosan cserélnek. Viszont én egy dologra hívnám fel a figyelmet, és szintén földrajzi szempontból, hogy Magyarország az egy ilyen landlock ország, tehát ez a, nem tudom, hogy lehet jó magyarra fordítani, tehát hogy nekünk nincs tengerpartunk. Nincs tengerpart, jó a Balaton, nyilván, de nincs tengerpartunk, ezért a magyar emberek azért alapvetően a tengerhajózás fontosságát nem nagyon szokták megérteni. Például azért most a vörös tengeri helyzet is mutatta, hogy Magyarországon nagyon sok ember is kinézett, hogy most ez nekünk négy probléma. És az ukrán ellentámadás az nálunk elő lett adva, hogy iszonytatóan sikertelen volt, ugye a két nagyobb támadást is bejelöltem, gyakorlatilag az első védelmi vonalat áttörték, a másodikon már nem sikerült, de nem is ez a lényeg, hanem arról viszont már nem nagyon volt szó Magyarországon, hogy az orosz fekete-tengeri flottát, az gyakorlatilag a fekete-tenger nyugati medencejéből sikerült kiverni. Ugye innen jön az egyetlen vicc, amit ma én el szeretnék sütni, hogy azért az egy unikum a háborúk történetében, én legalábbis nem tudok másik esetről, amikor egy tengeri hatalmat úgy győztek le egy háborúba, hogy az gyakorlatilag a szárazföldön zajlik, tehát gyakorlatilag Ukrajnának nincs haditengerészete. És úgy sikerült gyakorlatilag félig szétverniük a fekete-tengeri flottát. Egy hasonló esemény volt egyébként egy kínai-japán háború, csak akkor egy cunami intézte el a japán flottát, vagy a kínait fordítva. Tehát azért nem teljesen ugyanaz. És akkor itt igazándiból én át is adnám a szót, ugyanis az első kérdés, amit kaptunk annak a közönségtől már megelőzve mai napot, hogy mennyire fontos ez a jelenlegi hirtelen hír. Ugye elesett a város. Én csak egy dolgot emelnék még ki, egyébként utána néztem, hogy azért ez az ostrom ez nem volt új dolog. A harcok kisebb-nagyobb intenzitása 2017 óta zajlottak. 2017. január, már nem emlékszem pontosan hanyadikán kezdődött az első olyan eset, amikor itt lövöldözés volt. Ugye, ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy szerintem, hogy mennyire nagy ez a város, hogy ez 30 000-es, ukrán léptében ez egy kis város, tehát ez kb. Olyan, mint 50-nel leosztjuk, akkor hát ez kisbér mérete kb. Magyarországon. Tehát azért, hogy mondjam, azért nem egy nagy pont, hogy és akkor átadom a szót, hogy mennyire fontos, megérte-e? Ez volt a kérdés, amit kaptunk. Ugye Avgyívka azért egy izgalmas hely. Megpróbálom akkor. De akkor az egész széket átfordítom, és akkor sokkal jobban látszik a fejem, amit nem biztos akkora élmény, de hang szempontjából talán jobb. Avgyívka azért lényeges, mert ez volt, amik ugye ez a háború 14-ben kezdődik, intenzív harcok 15 februárjáig vannak körülbelül váltakozó intenzitással, és a frontvonalak 15 nyarára merevedik meg. És 15 nyarától 22 februárjáig a frontvonal körülbelül egy helyen van. Na most ez a frontvonal Avgyijivkánál, ez 15 nyara óta ott van, tehát nem, Avgyijivka nem az elmúlt 2 évben volt a tűzvonalban, hanem 15 nyara óta volt a tűzvonalban. Az ukránok ennek megfelelően erődítették, tehát most ugye 24-ben esett el, 15-től kezdve erődítették, ez azt jelenti, hogy 9 évnyi erődítési munka van benne. Na most ami itt nem látszik, de egy nagyobb térképen látszana, Avgyijivka az Donyecknek gyakorlatilag egy elővárosa. Donyeck, az Donyeck megye székhelye, a háború előtt 1 milliós város volt, nagyon jelentős közlekedési és ipari csomópont, és Avgyijivka pedig nagyon-nagyon közel van Donyeckhez, tehát úgy kell elképzelni. Lézerre próbálom nagyjából telibe találni Donyeck helyét, tehát hogy nagyjából egy ilyen 15 kilométer. Tehát ez körülbelül az, hogyha ha mondjuk Pomáz az ellenség kezén lenne 9 évig, mondjuk, vagy Gödöllő, vagy valami ilyesmi. És amíg Avgyijivka ukrán kézen volt, addig onnan az ukrán könnyű és közepes tüzérség az el tudta érni Donyecket, tehát az oroszok a donyecky közlekedési csomóponttól a donyecky logisztikát nem nagyon tudták használni a saját erőik mozgatására, hiszen ugye lőtávolon belül volt. Azzal, hogy Avgyijivka elesett, egyrészt az ukrán frontvonalnak egy nagyon erős, megerődített bázisa veszett oda, másrészt gyengült a Donyeck fölötti tűzellenőrzés, tehát innentől kezdve nehezebb azt elérni, hogy ha Donyecken keresztül mozgott csapatokat az ellenség, akkor azt tűz alá lehessen vonni. Tehát jelentős összességében, fura módon, bár fele akkora város sem volt, mint Bahmut, katonai értelemben azt gondolom, hogy Avgyijivka elvesztése az jelentősebb, mint Bahmut elvesztése volt. Tehát innentől az oroszoknak kicsit javul a mozgásszabadságuk, vagy a manőverezési szabadságuk Donyeckben és a környékén. Na most azt, hogy Avgyijivkától nyugatra mennyire erős ukrán erődvonalak vannak, ezt pillanatnyilag nyílt forrásban nem lehet megmondani. Amikor az, hogy Avgyijivka elesett, ez nem volt meglepetésszerű. Tehát ezt már december közepétől lehetett sejteni, hogy itt el fog jönni az a pillanat, hogy az oroszok nem csak frontálisan rohamozták a várost, hanem északi és déli irányból is próbálták bekeríteni, és már december óta látszott, hogy előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, hogy Avgyijivka nem tartható tovább. És ugye az a kérdés, hogy a várostól nyugatra vajon mennyire erősek az ukrán erődítések, sikerült-e Ukrajnának tartalékvédelmi vonalakat kiépítenie. Nyilván ezek a tartalékvédelmi vonalak nem lehetnek olyan erősek, mint Avgyijivka, ahol tényleg 9 évig betonoztak. De az, hogy ott a várostól 10-15 km nyugatra mennyire erős erődvonalak vannak, ez a napokban fog kiderülni. Ugye a nyilvános forrásba dolgozó elemzőként az ember ugye Google Earth-en meg tudja nézni, a műhold felvételeken látszik, hogy vannak lövészárkok, de azért ez mégiscsak nyílt terep. Tehát védekezés szempontjából az épített városi környezet, pláne itt a Gábor fényképén is látni, ukrán iparvárosokra, kisvárosokra jellemző, hogy egészen pici városokban is egészen nagy panelházak tudnak lenni. Tehát sokkal kevésbé szerves városfejlődés eredménye, rengeteg ilyen város az úgy keletkezett, hogy volt ott valami ipari létesítmény, és a semmi közepére elkezdett lerakni panelházakat, hogy ugye a munkásoknak legyen hol laknia. Tehát Magyarországon, magyar léptéken, mondjuk kisbérméretű településeken nem szoktunk 10 emeletes panelházakat látni, Kelet-Ukrajnában ez teljesen normális. És azon a ponton, amikor nem épített városias környezetben kell védekezni, hanem tényleg kint a nyílt mezőn, ráadásul lőszerhiány közepette, itt feltételezhető, hogy az ukrán védelem ezen a frontszakaszon meggyengül. Az, hogy ebből az oroszok tudnak-e a harcászati léptéket meghaladó áttörést végrehajtani, ez egyelőre erősen kérdőjeles, ez az orosz hadsereg sincsen különösebben jó állapotban, de itt azért az Avgyijivkától nyugatra levő kis települések, azok ugye egymás után kerülnek orosz kézre, ezek tényleg picik, ezek nem is falvak, ezek ilyen 3 utcás pici települések, ugye Lásztocskyine volt az első, és akkor most még 2-3 másik is orosz kézre kerül, ki fog derülni, de most, amikor beszélgetünk, nem lehet megmondani, hogy mennyi lendület van ebben a nyugat felé tartó orosz előrenyomulásban, Én nagy áttörést nem várok, lesznek még ukrán kis települések, amik orosz kézre kerülnek. Hát ugye ezek inkább olyanok, mint Magyarországon a tanyabokrok. Tehát tényleg egy ilyen 6-7-10, néha 30%, semmi közepén, semmi infrastruktúra, főút mellett. Még annyi egyébként, hogy ettől egy kicsit északra volt ugye a Donetszki reptérnél az a hatalmas nagy ütközet a 15-ben, ugye, ahol egy ilyen hatalmas nagy katlan kialakult. Ott körbekerítették az ukrán katonákat, és itt szerintem a kiürítésben azért kicsit az is benne volt, hogy azért nem akarták ugyanazt a hibát még egyszer elkövetni. Hogy ott sikerült jól beásni magukat, aztán a végén körbekerítették őket. Igen, ugye az, hogy mekkora az orosz veszteség, ugye a kérdés, hogy megérte, ez mindig kicsit ilyen véralgebra-szerű dolog, tehát hogy hogyan számítod azt, hogy megérje vagy nem. Ha ezt egy picit formalizáljuk, akkor úgy lehet megfogalmazni, hogy amíg az ellenségnek lényegesen több veszteséget tudsz okozni, mint amennyi veszteséget te magad elszenvedsz, addig ez egy olyan fajta védelem, amit érdemes fenntartani, mert az ellenséget jobban ki lehet véreztetni, jobban ki lehet fárasztani. Ugye, ha megnézzük egy nagyobb felbontású térképen, Avgyijivka védelme arra alapult, hogy itt a panelházas környezet, tehát a város mag, az körülbelül így nézett, ilyen épületekből állt, volt körülötte egy nem túlságosan széles dácsaövezet, és utána elég széles nyílt terep, ugye a várostól délre, vagy a városkától délre volt egy repülőtér roncsai, és a városkától keletre is széles nyílt terep volt, a várostól északra szintén. Itt a védelem arra alapult, hogy bárki, aki meg akarta közelíteni Avgyijivkának az épített részét, széles nyílt terepen kellett keresztül vágnia, amit az ukrán tüzérségnek ugye 9 éve volt négyzetméter pontossággal belőni. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, a tüzérségi térképek, ott vannak a kis koordináták, hogyha a Szergej annál a facsoportnál van, akkor hova kell tekerni az aknavetőt, hogy pont Szergej fejére essen a gránát. Na most ez a védelem, ez elképesztő hatékony volt, addig, ameddig volt elegendő lőszer. Itt Avgyijivka eleste mögött az egyik fő ok, az a tüzérségi lőszer egyre fokozódó hiánya. Tehát az a nagyon jól kitalált megsemmisítési öv a város körül, ami 2 éven keresztül tartotta fel az orosz támadásokat, ez lőszer hiányában nyilván nem tudott tovább működni. Igen, szerintem akkor mehetünk is tovább. Bocs, és a vesztességet még onnan tudjuk. Nyilván tehát nagyon kis területen zajlottak ezek a harcok, ez pár tucatnyi négyzetkilométer. Amikor sok ezer drón van a levegőben, tényleg minden egyes négyzetméterről folyamatosan van gyakorlatilag real-time felvétel, darabra meg lehet számolni főképp a harcjárművesztességeket, de az élőerő vesztességet is elég pontosan meg lehet mondani. Lehetett tudni, hogy sok ezer orosz halt meg 10 000-es nagyságrendben. Pontos számot csak azt lehetett sejteni, hogy nagyon-nagyon sok. És ugye volt egy orosz katonai blogger, egy ilyen rendes szélsőséges orosz nacionalista, a Morozov, aki ugye Murc néven volt katonai blogger. Ez a Murc, ez egy orosz science fiction figura, ugye Murc a harci macska. Ugye Strugácki regényben szerepel Murc a harci macska. Morozov, ő tehát nem volt egy kedves fiú, aktív harctevékenységben vett részt, katona volt Donyeckben, és mellette egyébként blogolt, és nagyon sok ilyen fundraising tevékenységet végzett az orosz hadseregnek, tehát drónokra szerzett pénzt, felszerelésre szerzett pénzt, mit tudom én, és folyamatosan elkeseredetten kritizálta az orosz hadvezetést, hogy mekkora balfék idióták. És az Avgyijivkai ostrom után Murc még megírta, hogy eszelős vesztesség volt, nem emlékszem pontos számra, 30 000 körüli vesztességről írt, és 600 harcjárműről, és utána a legutolsó posztja az az, hogy felhívták őt valami orosz tábornok, vagy ezredes, meg kell nézni, tehát, hogy valami magas rendfokozatú figura, hogy azonnal vegye le ezt a posztot, különben az alakulata nem fog lőszert és felszerelést kapni, és akkor Murcban valami eltört, és az utolsó posztja az az, hogy hát akkor inkább befejezem én, hogy mert el akarnak hallgattatni, jó, akkor legyen, és öngyilkos lett. De egy belső helyben harcoló, nagyon komoly helyismerettel és kontaktokkal rendelkező orosz forrásból tudjuk, hogy eszelősen magas veszteségeket szenvedtek. Az, hogy az ukrán kiürítés során, ez a kiürítés nem sikerült tökéletesen. Ebben a háborúban több ukrán kiürítés volt, több ukrán visszavonulás volt. Ugye 22 tavaszán nyarán, ugye Széverodonyeck, Liszicsánszk védelménél ugyanezt csinálják, az oroszok bekerítéssel próbálkoznak, az ukránok a legutolsó pillanatban kijöttek. Bahmutból is ki tudtak jönni, ott lehet, hogy picit korábban érdemes lett volna, de ott is el lehetett kerülni a bekerítést. itt Avgyívkánál, amit nyilvános forrásokból biztosan tudunk, hogy ilyen 1-2 századnyi erő, az biztos, hogy beragad bekerítésbe. Lehet, hogy több is. Tehát itt a végén a lőszerhiány miatt ezt nem sikerült tökéletesen megoldani. Nincs olyan, vagy nem történt olyan léptékű, ilyen bibliai léptékű katasztrófa, amit az oroszok szeretnek beszélni. Ha több ezer foglyuk lenne, azt nyilván mutogatnák. Ha halomban állnának az elesett ukrán katonák holttestei, azt is mutogatnák. De nem nulla. Tehát, hogy ez nem Szeverodonyeck, ez nem Lissicsanszk, ez nem sikerült jól, vagy nem sikerült tökéletesen. Ezzel együtt összességében azt gondolom, hogy Avgyívka védelme az elmúlt 2 évben betöltötte a feladatát, és a lőszerhiány kontextusában ezt sokkal jobban nem lehetett volna csinálni, lőszer nélkül nem lehet megvédeni egy bármilyen jól kiépített erődöt sem. Ez nagyon fontos dolog, hogy az emberek általában a háborúkban a harckocsik és a repülők szerepét iszonytatóan túlértékelik a filmek hatására, még a tüzérségnek és a logisztikának a szerepét meg általában iszonyatosan alulbecsülik. Például azt olvastam, hogy 41-42-es oroszországi harcokban, ugye a világháborúban, például a német veszteségek 60%-át az aknavető meg a könnyű tüzérségnek a tüze okozta, tehát nem harckocsik. Meg a városokban csak annyit akarják emlni, hogy az ukrán városoknak egy szignifikáns része az egy kisebb-nagyobb mértékben ózt. Ezt úgy kell érteni, hogy Ukrajnának egy brutális népességvesztése volt már a háború előtt is, nemhogy azóta. Tehát az utolsó ilyen viszonylag jól elfogadható népszámlás az ugye a 2003-as volt, ott 52-ről 44-re süllyedt a népesség az országnak. És az a békeidő volt. És ugye ebben még nincsen benne az, hogy mellette meg több millió ember ugye vándorolt az országon belül, tehát hogy a városokba, ugyanúgy, mint nálunk, hogy Budapestre költöznek, ott is ugye Kijevbe költöztek, Odesszába, stb. Tehát, hogy ezek a városok egyébként régen sokkal nagyobbak voltak, mint most. Azt is hozzá kell tenni. Egyébként meg a fotókon mutogatnák, arról csak egy dolgot ütöttem meg a fülemet. Ugye mindenki szerintem emlékszik arra, amikor a háború elején az egyik indoklása az volt, hogy miért kell elfoglalni Dél-Ukrajnát, az ugye az volt, hogy az ukránoknak van ugye a biofegyvergyárja az Azovsztal gyár pincéjébe. Ha ott valaha találtak volna egyetlen petricsészét az oroszok, azzal telekürtölték volna oda-vissza az internetet 25-ször, és érdekes módon ez egyetlen orosz propagandistát nem, és most nem a hivatásosokról beszélek, hanem a lelkes amatőrökről, akik a Facebookon osztják az észt, meg akár a médiában, hogy hát egyszer, semmit nem találtak. Hogy ja, meg a NATO tábornok, aki az Azovsztal védelmét koordinálja onnan a pincéből, hát ő se került elő. Egyébként ez egy nagyon minimális biológiai tudás kell egyébként, hogy ami volt egy valid hír arról, hogy Ukrajnában probléma van azzal, hogy mindenféle vírusok kiszabadulhatnak, de ezek nem ilyen vegyi fegyvergyár volt, hanem az, hogy a világon mindenhol komoly kutatóintézetet végző egyetemeken, laborokon, gyógyszergyárakban vannak mindenféle dolgok. Már a baktériumokon tesztelik az antibiotikum hatását, ez azért szerintem annyira nem meglepő. Szegedi Egyetemen, Debrecenben vagy akár az ELTE-n is találunk ilyet. Tehát. És hogyha visszabombáznák a középkorba Szegedet, akkor ott is elég nagy lenne veszély, hogy mondjuk a TBC kiszabadul, vagy akár a Pest is, amit ott tartanak. Másik dolog, amit kiemeltem volna egyébként, még egy nagyon apró dolog, ugye, hogy Ukrajnában azért egy nagyon fontos jellemző dolog Ukrajnában, hogy ezek a kisvárosok, ezek olyanok, hogy nagyon picik, nagyon sűrűn lakottak. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy magyar kisváros, hogy közben ilyen parkok vannak, családi házas övezetek, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen Békás-megyeri lakópark. Kicsiben, körülötte egy dácsaövvel. És akkor szerintem az ember sokkal jobban el tudja képzelni azt, hogy milyen itt harcolni. Tehát ez ilyen mini Sztálingrád, tehát tényleg, hogy itt pincétől a padlásig, lángszóróval, aknavetővel, minden előviselő. Ugye ráadásul, mivel a magas házak kivétel nélkül panel, ezek a vasbeton struktúrák, ezek nagyon-nagyon ellenállóak a belövésekkel szemben. Tehát sok tucatnyi találatot elviselnek, és akkor is állva maradnak. Tehát védekezés szempontjából nagyon-nagyon jól védhető struktúrákat jelentenek. Nyilván van az a 1,5 tonnás légibomba, ami leviszi, de hogy ez nem olyan, mint egy ilyen klasszikus vidéki ház, ahol van egy vékony téglafal, vagy adott esetben egy dácsaövezetben nem is feltétlen tégla, hanem valami barkácsolt anyag, hanem ez tényleg tömör vasbeton. És sok. Tehát itt a védekező nagyon sokáig előnyben van. Nyilván eljön minden épület életében ilyen helyzet már az a pillanat, amikor összedől, de hogy ezek nagyon-nagyon erős és jól védhető struktúrák. Hát itt látszik a képen egyébként, hogy ott az a rózsaszín fal az nem azért van, hogy az egy lakást kívülről rózsaszínre festették, hanem az már belső fal, tehát az a nappalinak a belső fal a fürdőszoba felé valószínűleg. A védelmi vonalról is egy térképet behoztam, ez a CSIS-nek a semmi köze nincsen a sorozathoz. Ez csak véletlen névhasonlóság, ugye, hogy ez a mennyire durva ez a megerősítés, meg hogy milyen érdekes, hogy egyébként ma már teljesen civil, hétköznapi ember is megvásárolhat, jó pénzért persze, olyan műholdképeket a kínaiaktól, kanadaiaktól, a franciáktól, amiken gyakorlatilag centiméternél nem sokkal nagyobb felbontások van, vagy deciméteres felbontás van. Tehát olyan felbontást tudnak némelyik műholdak, mint a második hidegháborús amerikai koronakém műholdak, amik még ilyen iskolabusz méretű hatalmas nagy műholdak voltak, viszonylag rövid késéssel, tehát minden kéthetes időszakban már meg lehet vásárolni. És ugye például pont ez alapján összegezték a déli részen, ugye ez az a terület, ahol volt a két támadás az ukránoknak, ugye az egyik az nagyjából itt volt, Azért látszik, hogy ők okosak voltak, akik itt kijelölték, hogy merre fele kell menni, mert ott viszonylag kevésbé van kiépítve. Ugye a színkódolás az úgy néz ki, hogy minél sötétebb szín, annál több védelmi objektum volt egy adott területen. Hogy egy ilyen paca mit jelent? Én egy ilyen közepes színű pacát kiválasztottam, és fölnap kerestem egy ahhoz tartozó műholdképet. Szerencsére volt nekik erről. QR kódon, ha valaki befotózza a telefonot, meg lehet nézni nagy felbontásba. Hogy ez a védelmi vonal, ez nem úgy néz ki, hogy egy darab lövészárok van, vagy valami, hanem ez komplex rendszer, tehát ott ugye van egy valamilyen olyan védelmi vonal, ami a harckocsik ellen, való páncélosok ellen, ez lehet akár ilyen, hát ez ahogy a cseh sündisznó, ugye ez gyakorlatilag ilyen vasból összerakott, ilyen... Spanyol lovasnak. Gyakorlatilag olyan vasból összerakott nagy X-ek, amiken a tank nem tud átmenni. Lehetnek ilyen betongulák, ugye ezt sarkányfognak hívja angol nyelv. De a legegyszerűbb és legprimitívebb módszer az egyébként az, hogy ásnak egy 2 méter mély, 3 méter széles árkot, mert azon semmilyen páncélos nem jut át. Az emberek azt képzelik, hogy a tankok mindenen is átmennek, egyébként nem. Egy 2 méter mély, 3 méter széles árkon a világ összes harckocsia fennakad. Kivéve, ha van egy hidrakó harcjármű, csak hát azért egy darab hidrakó harcjárművet kilőni páncéltörő rakétával némileg könnyebb, mint egy egész páncélos zászlót leküzdeni. Ezután még van egy lövészárokrendszer, az is igazából nem egy lövészárok, hanem látszik, hogy ilyen cikcakos vonal. Ugye ez a lényeg, hogy itt van egy minimális lövészállomány, akiknek pusztán annyi a dolguk, hogy az ellenség utánszait akadályozzák abba, hogy ezt az ellenállási vonalat felszámolják, minimális védelem, és mögötte még vannak mindenféle pozíciók, úgy ugye látszik a képnek a jobb szélén, hogy itt az aknavetőállások, tarack, ez helyenként változik, tehát fölösleges annyira belemenni, hogy hol mi van, mert nyilván ahol éppen mi van, nyilván nagyon függ attól, hogy például mekkora alakulat véd egy falut, mert valahol egy század van, valahol egy egész zászlóalj. De hogy itt azért nagyon brutális, és akkor ugye ennek egyrészt van egy irgalmatlan környezeti katasztrófa hatása. Tehát Ukrajna a világ egyik legjobb termőföldje, amit most teszünk tönkre. Gondoljunk csak a gátrobbantás után, ott ugye gyakorlatilag a talaj legfelső rétegét simán le tudja mosni ilyenkor a víz. Az évek múlva valamikor valaki oda tud menni, felmérni, tudja megalapítani, hogy milyen károk keletkeztek. Plusz az az irgalmatlan mennyiségű taposó akna, ami ott le volt rakva, azt kimosta a víz, és jobbra-balra széthordta. Senki nem tudja, azok most hol vannak. Plusz ezeken a területeken is irgalmatlan nagy aknamezőket raktak le az oroszok, meg a másik oldalon az ukránoknak egyébként nagyjából ugyanez a logika mentén épült ki. Hogy mondjam, mind a ketten a szovjet kis okosokat örökölték, meg nyilván az ukránok azért nagyon sokban átvettek NATO módszereket, de azért nyilván a technika is adott. És hogy egy egyszerű példa mondjuk, hogy mennyire durva a helyzet, hogy pont a CSS-nek volt egy belemzés, ami csak azt nézte, hogy mennyi aknát tesznek le az oroszok. És ugye a hidegháborúban voltak ilyen tervek, hogy mekkora aknamezőkkel kell számolni egy háborúba. Ugye ők akkor még ugye a kelet-német, nyugat-német határon tervezték ezt az amerikaiak, és a FM, ez a Field Manual, ez fönn van az interneten, mert ugye az már nem hadititok, mellé jár 70-valahányos. Ugye annak az 5-szörösét teszik most le. Nem csak sűrűségben, hanem méretre is, és például azok az aknamentesítő járművek, mint mondjuk az UR-77-es, az semmit nem ér, mert egyszerűen annak a kapacitás, aknamentesítők kapacitása az kutyafülehoz képest, ami aknamezők le vannak rakva. Na most képzeljük el ezt a háború után, mi lesz aknamentesíteni. Jugoszláviában a mai napig nem sikerült aknamentesíteni. Itt meg ennek a sokszorosáról beszélünk. És egyébként itt nagyon jól látszik, amiről beszéltünk, hogy néznek ki ezek a pici falvak. Van, volt TS-nek ugye az ipari komplexuma. Itt a lézerrel mutatom, bocsánat. A TS komplexum, és az icipici, az ott a faduka. Mit tudom én, 10 ház, összvisz. És látszik, az az egy főutat kivéve az összes földút, tehát itt nincsen a betonút, még a faluba se. Léphetünk tovább, gondolom. Aknák kapcsán ráadásul, ugye a filmekből úgy szoktuk elképzelni, hogy az akna az egy ilyen kör alakú fémtányér. Semmi ok nincs, hogy a fémből készüljön. Tehát a leggyakoribb orosz gyalogsági akna az például műanyagházas. A legtöbb aknak, tehát az indukciós elven működő aknak esetben berendezések ki sem mutatják. Úgy néz ki, mint egy kicsi pillangó egyébként. Igen, pillangó aknának is hívják egyébként. És akkor ennek vannak mindenféle helyben készült módosításai. Az egy jugoszláv háborús, ha úgy tetszik, találmány, amit aztán az oroszok bőven átvettek, meg azóta mindenki más is, hogy ha van időt barkácsolni egy kicsit, akkor például üvegszilánkot töltesz az aknába. Miért jó az üvegszilánk? Nem látszik a röntgenen. Tehát beviszik a sérültet a kórházba, vérzik 500 lyukból, és a röntgenen nem lát semmit. Hát ugye a németek a második világháborúban használták is a glasminent, a üvegaknát. Ráadásul fából is készültek aknák, mert a faszálkák is nagyon jól tudnak az emberrel bánni. Egyébként csak egy érdekességére, mert egyébként a második világháború is egyébként nagy részint így nézett ki, nem úgy, mint a halál 50 órája, meg az ilyenek, tehát az is nagy részint egyébként ilyen lövészárkos géppuskás harc volt. És akkor egy nagy ilyen kérdés volt ez is, ami beérkezett, de ezt én amúgy is szerettem volna beleemelni, mert ez nekem a kedvenc ilyen konteum, és olyan emlékszem, ezzel téged is egyszer-kétszer megtalálta a média, hogy ugye, hogy az oroszok igazából csak azért nem nyerték meg a háborút, mert hogy még félgőzzel harcolnak, tehát hogyha igazán úgy beletennék magukat, akkor aztán annyi lenne az ukránoknak. Ebben van is igazság, meg nincs is. Egyrészt ugye az orosz harci rendszernek az egyik alapelve jelenleg, hogy ugye az orosz társadalom nem nagyon érzi magán a háborúnak a menetét. Részben azért, mert nagy részt kisebbségi tagokat hívnak be. Tehát minél hát Szibériában, majd beszélünk erre mindjárt, meg nem Moszkvából hívnak be embereket, hanem vidékről főleg. Másrészt ugye, hogy azért az oroszoknak irgalmatlan nagy hadseregük van, de azért ennek nem minden része az a, hogy mondjam, az ember elképzel a gyalogos katona kalasnyikovval a kezébe, ugye az, ami a filmekben a sztereotíp. Egyébként sose álltam meg elhívni, mert a második világháború és a lövész században kb. 40 katona volt a sima puskás. Nehéz fegyverkezelő, meg minden más volt az összes többi. Hanem, hogy ugye az orosz haderőnek az egyik alapját a támadáskor, azt ugye a zászlói harccsoportok adták, amiből, hát ez az utolsó hivatalos összesítő táblázat, amit az oroszok kiadtak még a 18-ban, ugye akkor 146 volt, ezt később jócskán felbővítették 200 környékére. Ebben van vita szaksajtóban, mert 192 és 220 közötti számot olvastam legtöbb helyen. A csúcson állítólag 180 darab volt, részben vagy egészben Ukrajnában, mert az olyan is van, amikor nem egy egész zászlóalj volt érintett a harcokban, nem mondjuk a nagy csak egy százada. De ugye az orosz haderőnek van egy gigantikus nagy része, ami nem mozdítható. Tehát például a Kuril-szigetekről az ott lévő partvédelmi üteget nem fogják elküldeni Ukrajnába. A tengeralattjárókon szolgáló katonákat nem fogják egy kalasnyikovval a kezükkel eldöbni Ukrajnába. Mit tudom én, a stratégiai rakétaerőknek a nukleáris rakétákat kiszolgáló embereit megint csak nem fogják elküldeni. Meg ugye azért a kínai határon nem nagyon fogják mozgósítani, és hogy ki is kerestem gyorsan azokat a hadtesteket, amiknek elvileg még egyetlen alakulata sem volt bevető, vagy csak nagyon kevés Ukrajnában. Tehát azért látszik, hogy itt azért van egy-kettő olyan dolog, amit nem nagyon lehet mozgatni. Ugye ez a félgőzzel, hogy igaz-e az, hogyha Oroszország úgy tényleg teljesen nekidurálná magát, akkor legyőzni Ukrajnát? Erre azt gondolom, hogy időben eltérő válasz adható. Tehát a háború elején markánsan alábecsülték az ukrán haderőt és az ukrán társadalmat is. A támadó kontingens mindennel együtt körülbelül 200 000 fő volt. Picit kevesebb. És hát ez látványosan kevésnek bizonyult, tehát nem sikerült 4 nap alatt bevenni Kijevet, 7 nap alatt Odesszát és 10 nap alatt bábkormányt kreálni. Ugye most volt a második évforduló, és hol van még a vége. És nyilván a mi lett volna, ha kérdéseket nagyon, nagyon nehéz bármilyen értelmes módon megválaszolni, de hogy picit eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a háború, tehát a nagyléptékű eszkaláció kezdetén az orosz hadsereg hivatalos létszáma az 1.015.000 fő volt. Ez valójában nem volt teljesen feltöltve, tehát a világ minden hadserege létszám hiánnyal küzdik, az orosz is. A valós létszám az kb. 860 000 fő volt a háború elején, és volt 2 millió olyan tartalékos, akit elvileg bármikor lehetett volna mozgósítani, vagy nagyon rövid időn belül. Tehát ha eljátszunk azzal a hipotetikus szenárióval, hogy Oroszország a legelején kinyilvánítja a hadiállapotot, bemozgósítja még ezt a 2 millió tartalékost, és mondjuk 3 vagy 2,5 millió emberre rohanja le Ukrajnát, nem 200 000-rel, annak a történetnek valószínűleg más vége lett volna. Mostanra viszont, pláne mert akkor Ukrajnának gyakorlatilag nem voltak modern fegyverei, időbe tellett, amíg a nyugat eljutott odáig, hogy nem, az ukránok nem omlanak össze, tehát van értelme őket komolyabb fegyverekkel ellátni. Azért a háború első hónapjaiban kézi és könnyű fegyvereken túl már csak információt kaptak, más nem. Tehát ha csivatagi sárga hammereket. Az a sokra nem mennek, tehát a Javelinek voltak a leghatékonyabb fegyverek, amiket kaptak. Azért mondom, tehát kézi és könnyű fegyvereket kaptak, a Javelin az kézi és könnyű fegyvernek számít, de mondjuk tüzérségi eszközöket, az csak nyártól kezdve, meg kiképeznek kezelőket, karbantartást, mi egymást. Tehát ha Oroszország hadiállapotot hirdet, gyorsan mozgósít, még ha csak olyan hatékonysággal, amit 22. októberében láttunk, hogy 70-80 000 szerencsétlen bármiféle képzés nélkül került a lövészárokba, tehát egy hadiállapotban háborút kezdő Oroszország, az lehetséges, hogy más eredményt ért volna el. Most viszont 2 évvel később nem látom azt, hogy az, ami az orosz hadseregből maradt, ez adott esetben akár mozgósítás vagy hadiállapot esetén is érdemben fel tudná gyorsítani azoknak a céloknak az elérését, amit Oroszország el szeretne érni. Tehát az orosz hadsereg krémje az már odaveszett. Pont. Tehát fontos dolog, ugye nagyon fontos, hogy az orosz hadsereg, de egy ilyen nagy kettőség uralja, hogy van egy nagyon profi kicsi része, ugye ebből mindenki ismeri a Spetsnazot, mert szerintem arról mindenki hallott, de mondjuk a VDV is ilyen, a Dessant alakulók, akik iszonyatosan jól fel vannak szerelve, a legmodernebb, leghigh-tech cuccok, amit Oroszország csak elő tud állítani, vagy meg tud venni. De ugye az orosz hadseregnek van egy hatalmas nagy, ilyen, hát nem tudom, hogy fogalmazom, tehát ez a második vonalas rész, ahol gyakorlatilag még úgy, mint nálunk volt még a rendszerváltás előtt, hogy a kiképzésen a katona előtt a sorkatona 4 golyót, és akkor biztos megtanult a kalasnyikovot kezelni. Tehát ez a szint is van, és gyakorlatilag ugye ezek a jó alakulatok, pont a légidesszant alakulatok a háború elején iszonyatos veszteségeket szenvedtek el, ugye pont Kijevnél is, ugye. Hát meg azóta is. Tehát vannak olyan, ugye tengerészgyalogság is egy elit alakulat, tudunk olyan tengerészgyalogos alakulatról, amit 8-szor kellett újra teljes egészében feltölteni. Az orosz haderő legelitebb támadó egysége, az első moszkvai gárda harckocsi hadsereg, ezt mostanáig 3-szor kellett teljes mértékben újra feltölteni. Az igazolt harckocsi vesztesség, amiről vizuális megerősítés van, az 2600 fölött van. Ezek az orosz hadsereg legjobb katonái voltak. Az a vesztesség, amit az ukránok azt mondják, hogy 410-420 000 körüli orosz töltek meg, pontosabban halott, sebesült fogoly eltűnt, tehát ez a teljes. Ez egy picit magasabb, mint ami a valóság, nagyjából 20%-kal. Tehát nem nagyságrendileg torzítanak az ukrán számok, egy picit torzítanak a rendelkezésre a nyugodt információk szerint. Azt lehet, hogy háború végén az ukránok tudták jól, majd ezt meglátjuk, de a nagyon-nagyon konzervatív becslés szerint is az orosz haderő legalább 300 000 embert elveszített halottakban és súlyos sebesültekben. Ez iszonyatosan sok. Egyébként a 20%-os túljelentés az teljesen átlagos háborúkban. Egy tök egyszerű oka van, megsérül a harckocsi, az ukránok azt hitték, kilőtték, de éjszaka az oroszoknak sikerül elvontatni és megjavítják, összekalapálják. Vagy egyszerűen előfordul az, hogy 2 egymás mellett harcoló szakasz is látja, hogy felrobban egy orosz harckocsi egy aknán, az mind a 2 lejelent, és akkor duplikálódik a szám. Tehát ez a 25% ez teljesen normális. Most hogy áll össze ez az orosz veszteség? Az orosz vesztességek 90%-át a szárazföldi és a légidesszant alakulatok szenvedték el. Mert ugye döntően ezek harcolnak. NATO szempontból egyébként ez nekünk jó. Tehát ha megnézzük a NATO-orosz erők erőviszonyait, ugye nukleáris erők tekintetében nagyjából paritás van, hadászati támadó fegyverekben paritás van, harcászati atomtöltőben az oroszoknak van több, de az önmagában nem háború döntő eszköz. Tehát nukleáris fegyverekben paritás van, légierő tekintetében sokszoros NATO fölény, haditengerészeti erők tekintetében még nagyobb NATO fölény. Egyetlen olyan terület volt, vagy ugye orosz kategóriában 2 haderő nem volt, ahol az oroszok voltak relatív fölényben NATO-val szemben, ugye a balti, vagy a NATO északi szárnya, vagy keleti szárnya pontosabban, ez a szárazföldi erők. Na most, amikor az orosz hadsereg ereje teljében volt, itt a mostani háború kitörése előtt, én ezzel a területtel nagyon szorosan 17-ig foglalkoztam, ugye 3 évet dolgoztam Finnországban, 14-től 17-ig, vagy 16 legvégéig, akkoriban fogalmazzuk úgy, hogy nagyon-nagyon szorosan működtünk együtt svéd, norvég és balti kollégákkal. Ugye ez volt az az időszak, amikor mindenki attól félt, hogy az oroszok megismétlik azt, amit a Krímben láttunk, mondjuk Kelet-Észtországban vagy Kelet-Lettországban. Akkoriban a legoptimistább becslések szerint is 96 óra lett volna az, ameddig a balti országok képesek lettek volna tartani magukat, akkora volt az orosz szárazföldi fölény. Ugye azóta a NATO 2016-tól kezdve ugye előretolt előket telepített a keleti szárnyra, egy-egy zászlóaljat akkoriban országonként, ezt most erősítjük föl 22-től kezdve. Ezeknek az előretolt NATO erőknek sem az a feladat, hogy feltartsák az orosz hadsereget, ehhez ez kevés. Ezeknek az előretolt NATO erőknek az a feladata, hogy ha az orosz haderő megtámadna a Baltikumot, akkor egészen biztosan elég sok NATO katona veszten oda ahhoz, hogy az egész szövetség háborút vállaljon Oroszországgal szemben. Az az orosz szárazföld és légidesszant erők, ugye NATO-n belül mi ezt nem kezeljük külön fegyvernemként, az oroszok külön fegyvernemként kezelik a szárazföldit, a légidesszantot és a különlegeseket, tehát ez 3 külön kategória. Na most ezek a szárazföld és légidesszant erők, ezek véreztek ki. Ezen a ponton, ha le fog menni március 17-én az orosz elnökválasztás, mindenki sejti az eredményt, nekem nagy kedvencem, szokták mondani, hogy az első fordulója. Mert Vladimir nem nyer az elsőben, tehát hogy tényleg azt gondoljuk, hogy lesz második kör. Tehát le fog menni az elnökválasztás, Oroszország minden valószínűség szerint csinál egy újabb mozgósítási hullámot. Miért mondom azt, hogy újabb mozgósítási hullám, nem pedig újabb mozgósítás? Az az elnöki rendelet, ami elrendelte a mozgósítást 22 őszén, ennek nincs időbeli vége. Ez az elnöki rendelet továbbra is hatályban van. Tehát nem kell kibocsátani egy új rendeletet, hanem a meglévő jogszabály alapján lehet majd újabb katonákat mozgósítani. Ugye folyamatosan zajlott a mozgósítás, de egy rejtettebben, de mert ugye 22-ben erőszakkal bevittek, hát ők azt mondják, hogy 300 ezer embert, valójában inkább 264 000 volt, de mindegy. Tehát picit kevesebb. De 23-ban döntően nem mozgósítással szereztek új erőket, hanem toborzással. Eleget fizet az orosz hadsereg ahhoz, hogy körülbelül 300 000 orosz férfi gondolta úgy egy év alatt, hogy ezt az ajánlatot el lehet fogadni. És ezzel együtt is azt gondolom, hogy olyan veszteségeket szenvedtek emberben és anyagban és szaktudásban, katonai szaktudásban, tisztek, főtisztek, százai, ezrei haltak meg. Ezt nem lehet pillanatok alatt pótolni. Tehát ha most Oroszország el is rendelné a hadi állapotot, és bemozgósítja mondjuk azt a 2 millió tartalékosát, aki van, most már nagyon hiányozna az a sok ezer halott tiszt, a sok ezer elvesztett harckocsi, a 10 000-nél több elvesztett páncélozott különféle harcjármű. Tehát most már, ha Oroszország teljes erejével beleállna, ha azt mondjuk, hogy most nem teljes erejével áll bele, az se változtatna semmit. Én egyébként azt gondolom, hogy most, tehát Oroszország nem igaz az, hogy félgőzzel harcol, ez a maximum, amit a jelenlegi kontextusban tudnak. A hadiparuk maximumon pörög. Elég jól növelték a teljesítményt 22 óta, de a hadipar maximum pörög. Minden létező hagyományos fegyverüket bevetették már. A kinzsárrakétákat, a Cirkon hajó elleni rakétákat, nincs olyan rendszerben álló orosz fegyver, amit már ne vetettek volna be. Elvesztettek 300 000 embert minimum. Milyen félgőzről beszélünk, ez egy mítosz. Tehát itt a háború elején az a 200 000 fős kis támadó kontingens, na az félgőz volt. De azóta ez Oroszország nagy léptékű háborút vív, éppen nem nevezi háborúnak, de én nem látom, hogy itt ez félgőz lenne. Hát én csak annyit említeném. Az ukrán hadsereg fegyvert, tehát Ukrajna tokkal vonóval jelenleg kicsit kevesebb, mint 1 millió ember tart fegyverben. Az, hogy ebből mennyi van a fronton, meg pontosan mennyi harcol, ez amit nem fogok elmondani. Ugye az ukrán haderő állapotáról, létszámairól soha nem beszélünk. Ez a mostani alkalom sem lesz kivétel. összességében Ukrajna területén lényegesen több ukrán katona van, mint orosz. De ugye Ukrajna viszont hadi állapotban áll, tehát az erőket rotálni kell, pihentetni kell, újakat kell kiképezni, védeni kell a belorusz határt, védeni kell az orosz határnak azokat a szakaszait, ahol már nincsenek harcok. Jelenleg a frontvonal környékén mindkét fél körülbelül 400-450 000 főt állomásoztat. Én csak annyit elmennék, hogy egyébként az emberek nem nagyon szoktak tudni egyébként, hogy a hadseregekben irgalmatlan mennyiségű az a katona, aki nem a harcoló katona, hanem a harc támogatók. Tehát lehet gondolni a műszaki alakulatokra, hadtárbiztosítóra, hát századnak el szakács, aki főz rájuk, hogy más nem mondjak, karbantartó, műszaki, mindenféle alakulatok. Meg egy dologra hívnám fel csak a figyelmet, ami azért a magyar médiában eléggé félre szokott csukni, hogy a veszteség az nem azt jelenti, hogy annyi halott van. A veszteségben benne vannak a sérültek, akik egyszerűen már fizikailag annyira kimerültek, most abba kell elképzelni, hogy ebben a vizes lövőszárokban egy novembert valaki eltölt, simán elkap olyan betegségeket a veselje, mondjuk úgy szétmegy vagy a tüdeje, hogy ez több hónapra kórházba kerül, az is a veszteség. Veszteségbe tartozik az, aki tehát fizikailag elkopik az ember. Tehát azért van olyan katona, aki tényleg az eleje óta folyamatosan kint van minimális pihenővel, meg hát egyszerűen azt, hát csak gondoljuk arra, hogy amikor az ember szellemileg elfárad, ugye a háború után ezt úgy szokták mondani, hogy ezt a poszttraumás stresszindrómát, hogy ugye légnyomást kapott, ez volt eufémizmusra. De ugye még annyit is betennék, hogy a technika is kopik. Tehát egy egyszerű számot néztem ki, hogy a 155 mm-es tarackok, amiből azért kapott jó párat Ukrajna, annak a gyári garanciája az 1500 darab maximális teljesítménye leadott lövés. Ugye tarackok nem mindig a teljes töltettel lőnek, hanem valamikor kisebb, attól függ, hogy milyen messzire kell lőni. 1500. Egy közepes tüzérségi napon, amikor volt még lőszer, orosz meg ukrán oldalon is, volt olyan üteg, ami ennek a 3-4-szeresét lőtt el egy nap. 10-20-30-40 lövést leadtak. Hát azért viszonylag gyorsan ki lehet számolni, hogy az azt jelenti, hogy egy átlagos tarack az onnantól kerül, hogy kikerül a frontvonalra, 100 napon belül vashulladék. Meg a mozgósításra csak egy dologot emelnék még vissza, azért ez a mozgósítás nem egészen úgy működik, hogy az átlagember elképzeli, hogy Putyin megnyomja a telefonján a gombot, felhívja a megfelelő embert, és akkor másnap 200 000 ember megy fegyverrel a kézbe, mert ezeket el is kell látni. Tehát azért az oroszoknak irgalmatlan mennyiségű haditechnikája van, amit a hidegháborúból lezsíroztak, leraktak ilyen. Hát ezt nálunk úgy mondták, hogy emzárolt. Emzárolt, igen. Ez azért nem úgy néz ki, hogy én ezt kikapom, ez nem olyan, mint a filmekben, hogy ilyen pöcre beindítják a T-72-es, és már lehet vele gurulni. Egy harckocsi, ami 20-30-40 évet állt szibériai pusztába, csak abba gondoljunk be, aki lehetében próbáltam bármilyen régi eszközt felújítani. Az elektronikába ki kell cserélni az összes kapacitást, a vezetékek, műanyag vezeték megkeményedik, megmerevedik és széttörik, hogy a harckocsi megy a terepen, azért az nem a sima autópályán megy. Vagy ilyen egyszerű dolgok, hogy mondjuk a hátrasító rendszer milyen állapotban, ha éppen nem olyan tökéletesen volt lezsírozva, amikor elrakták, akkor mondjuk beoxidálódott az ágy, úgyhogy stb. Tehát például az orosz hadipart kapacitásának egy irgalmatlan nagy feladat volt az, hogy például most 800 darab T-62-est össze kellett kalapálni működőképessé, és T-62-est, ami az egyik legrégebbi típus, ami még rendszerben van mért, mert az az egyik legprimitívebb technika, tehát azt a legkönnyebb összekalapálni. Igen? Van olyan szenárió, hogy a két Oroszországot nyíltan támogató két szövetséges, Irán és Észak-Korea konkrétan katonákat adna neki? Számol ezzel a nyugat? Mert ugye ezt utolná a Oroszországból behívható emberek. Felmerült, hogy észak-koreai katonák kerüljenek Donyeckben. Eleinte nem harcoló, hanem csak harctámogató alakulatként. Amennyire ez nyílt forrásokból rekonstruálható, az ötletet elvetették, mert elképesztő interoperabilitási problémákat eredményezne. Hogy együttműködési. Ja. Tehát, hogy milyen nyelven kommunikálsz az észak-koreaiakkal, milyen harceljárásokat használnak, milyen térképsztenderdeket használnak, még az írás is eltérő. Tehát nem... Nyilván ez Irán esetében is felmerülnek. Irán esetében is felmerülne, tehát a harcoló alakulat, vagy harcoló egység az sem Iránból, sem Észak-Koreából nem jött, ugyanakkor például kiképző alakulatról tudunk. Tehát mentek iráni szakemberek, hogy megtanítsák az oroszoknak a Shahed drónok használatát. És ugye a Shahedeket Oroszország már hazai bázison is gyártja, ugye Tatársztánban, Alabugában felépült egy gyár, ez a gyár nem tudott volna hathatós iráni segítség nélkül felépülni. Észak-Korea nem csak tüzérségi lőszert küld, hanem munkásokat is. Ez nem új egyébként, tehát az orosz távol-kelet, hogy Oroszország és Észak-Koreának van egy rövid közös határa. Észak-Korea rendszer szinten exportál. Hát elég szép szóval úgy mondják, hogy olcsó munkaerőt, valójában ez rabszolga munkaerő. Ez a fenyeni rezsimnek egy esztendett bevétel forrása. Korábban is sok tízezer észak-koreai dolgozott az orosz távol-keleten, tényleg fát vágtak, utat építettek. Mi egy másik kapott pénzt, azt ugye kötelezően hazaadták Fennyánba. Most, tehát önmagában az, hogy észak-koreai munkás van Oroszországban, ez nem annyira új. Az már megjelent a dél-koreai sajtóban, hogy van arról tárgyalás, hogy észak-koreai lőszergyártó szakmunkások menjenek Oroszországba. Hogy ugye az orosz lőszergyártási kapacitásokat lehessen fejleszteni, mert lőszergyártó szakmunkásból Oroszországban sincs elegendő. De az, hogy harcoló alakulat tűnne föl, ezt nem nagyon látom. Egyes emberek vannak, tehát egészen egzotikus helyekről és afrikai országokból is vannak zsoldosok az orosz haderőben, de az, hogy itt alakulat szinten irányelvek vagy észak-koreaiak felbukkanjanak, ez valószínűtlen. Bocsánat, ha már a végén kérdés, az inkább stratégiai kérdés, hogy a nyilvánosan elérhető fórumokon keresztül az látszik, hogy az ukránok valahogy nagyon tartózkodnak a háttér, tehát a támadó alakulatok háttér infrastruktúrájának a rombolásától. Az elmúlt 2 évben ilyen kirívó hírek voltak, hogy fú, eltaláltak egy hidat, vagy felrobbantottak egy utat. Most az a kérdés, hogy egyrészt miért tartózkodnak ennyire, hiszen gyakorlatilag ugye a front mögött van olyan technikájuk, hogy a front mögött szétlőhetnének tulajdonképpen utakat, hidakat. A másik pedig, hogy igaz, hogy vannak bizonyíthatóan partizán tevékenységek az elfoglalt területeken, meg ugye Oroszország területén is, de például azokat a partizán technikákat, amit az oroszok a második világháborúban használtak a németek ellen. Csak azért tudom, mert jártam Moszkvában és a Vörös-hadsereg Múzeumban dicsekedtek egy külön részsel ezzel, hogy ők milyen okosak voltak, amiket fillérekben elő lehet állítani, és gyakorlatilag egy vonatot úgy kisiklat, hogy lerombolja az egész hidat, és 3 év mire újraépítik. Hogy ezeket nagyon nem használják, hogy ez miért tartózkodnak ennyire az ukránok a háttérinfrastruktúra rombolásától? Rombolják ők elég rendesen, és elég sikeres partizán támadások vannak vasúti szerelvények ellen. Tehát például a Kína-Oroszország között egyik legfontosabb vasútvonalon, Adagútban sikerült felrobbantani üzemanyagszállító vonatot. Tehát vannak ilyen sztorik, ezek kevésbé jutnak ki a cirilbetűs nyilvánosságon kívülre, léteznek ilyenek. Na most a hátországbeli célpontok támadása, az, tehát egyrészt... Tehát a front mögötti vesző hátország, tehát mind a kettő. Ugye vannak olyan célpontok, amiket ahhoz, hogy tartósan lerombolja, ahhoz néhány naponta újra támadni kell. Tehát például egy útszakaszt, vagy egy útkereszteződést nagyon ritka az olyan eset, amikor értelme van szétrombolni, mert egy pár nap, vagy lehet egy pár óra alatt helyre lehet állítani. Vasúti sínekkel ugyanez. De a hidak már nehezebb. Hidakat nehezebb eltalálni. Támadnak is egyébként kisebb jelentőségű hidakat, de az látszik, hogy mindkét fél önmérsékletet gyakorol a nagy hidak támadásában. De az oroszok sem támadják a Dnyeper hidakat, az ukránok sem támadják a Volga hidakat. A Kercsi híd az kivétel ilyen szempontból. De látható, mindkét fél visszafogja magát a nagy folyami hidak támadásában. Ez nem biztos, hogy mindig így lesz, meg ilyen nagy hidakat egyáltalán nem olyan könnyű szétrombolni, de az látszik, hogy van egyfajta kölcsönös önmérséklet. Meg kis objektumokat támadnak az ukránok, tehát ilyen, amiket én láttam, ilyen hírek, azok főleg olyanok voltak, hogy tehát nem egy egész vasúti szerelvényt tesznek tönkre, hanem egy váltót tesznek tönkre, és akkor kisiklik egy lőszerszállító vagon, azért az elég nagy veszteség. De és ilyenből rengeteg van, tehát én valami 100-valahánynál, csak tavalyi évben 100-valahánynál hagytam abba a számolást, és az augusztus volt, tehát annak hozzá a duplájáig eljutottak. Meg azért ne felejtsük, hogy azért az ukránok azért komoly cuccokat csináltak, tehát azért amikor már Szentpéterváron tudtak robbantani, azért az nem kis teljesítmény. De az már. Én pont ezt mondom, hogy például az oroszok annak idején, ugye a második világháborúban egy hídon kisiklattak egy vonatot, akkor az egész nem csak a vonat siklott ki, hanem a hidat is lerombolták jó időre, tehát használhatatlan lehetett. Tehát ilyen nincsenik most, vagy sem lehet hallani. Engedjék, beleszólok, de én azt gondolom, szerencsés lenne, az előadókat hallgatnánk előbb végig. Igen, mert a végén lesz hely a kérdése, jó? Úgyhogy elmész. Majd egy órát rászántunk. Egy dologra akartam az előbb visszatérni, ez ugye ez a zászlói harccsoportoknak a hadrendje, ami volt a háború elején, ez a háború elejé állapot, tehát most már ez nem így néz ki, de itt, ami, ki akartam emelni, amit egyrészt volt, hogy az orosz haderő is létszámhiánnyal küzd, mint a világ mindegyik haderő, amit mondtad. Erre ez egy nem kis példa volt az, hogy az orosz haderő alakulataiban pont azért van ilyen brutális mennyiségű tüzérség, nem csak azért, mert olyan sok maradt a hidegháborúból, hanem nagyon kevés volt a gyalogos katona. Tehát szűk keresztmetsz van, főleg a tisztesek, ami nálunk a tiszteseknek felel meg, azokban viszonylag kevés. És például, ha kiszámoljuk, ez zászlójában mindössze 90 katona volt, gyalogos katona, akiket csapatszállítókon vagy gyalogsági harcjárműveken cipeltek. Volt viszont iszonyatos tüzérség, meg harckocsi, de itt meg bejön az egyébként, hogyha megnézzük, ez irgalmatlan sokféle járműtípus. De nagyon sokszor ezek még keverve is voltak, tehát simán volt olyan zászlóalj, fotókat meg lehet nézni, még a háború elejéről, hogy egy zászlóaljban volt T-72-es, meg T-80. Hát, aki próbált már autót szerelni egyszerre három különböző alkatrészbázisról, azért tudja kezdeni, ez milyen logisztikai rémálom. Meg hogy azért az ukránok igenis támadták az orosz utánpótlás, az pont az egyik probléma volt az oroszoknak a háború elején, amikor irgalmatlan mennyiségű hadanyagot zsákmányoltak az ukránok, az nem azért volt, mert az oroszoknak nem volt elég olaj, hanem azért volt, mert pont a teherautókra alapozó utánpótlás szárító századokat szétbombázták drónokkal meg. Tehát amikor a Bayraktar drónokkal szétszedték az oroszokat, az ukránok, a háború legelején volt nagyon sok sikeres akció, ott főleg nem páncélosokat támadtak, hanem ezeket az utánpótlás szállító teherautókat. Már ha megnézzük, azt a hadlarra bizonyanyag szállító teherautót valaki szétkapja, akkor onnantól kezdve a BTG nagyon rövid időn belül mozgásképtelen lesz. Egy T-72-es az több mint 1000 liter üzemanyagot elfogyaszt egy átlag napon, ezt csak így mellékesen jegyzem meg. Meg hogy a mozgósításnak azért vannak szűk keresztmetszetei, és egy kicsit előbbre ugranék. Így néz ki egy orosz raktár, ahol a hadianyag van. Ez nem egy légkondicionált raktár kell képzelni, hanem ilyen több hektáros pusztákat, ahova ki van szórva a hadianyag. Egyébként az amerikaiak is itt tárolják, csak az arizóniai sivatag egy kicsit kellemesebb a haditechnikának, mint Szibéria. És akkor azért itt fönti az háború előtti, tehát az 21-es és 23-as műhold képek, annál frissebbeket én nem tudtam kibányászni, nincs rá nagy keretem, de hát azért látszik a fogyás. Tehát hogy azért és ugye az egyik az ugye pont a nagy, ez a baloldali kép, ez a tüzérségi nagy szertár, hát azért látszik, hogy itt gyakorlatilag azért bizonyos típusok azok iszonytató mennyiségben elkezdtek fogyni, és van az ostrom tüzérség, vagy nem tudom, ez, most hogy mondjuk, ez a nagyon nehéz tüzérség, tehát az ilyen 200 mm felettiek, azok annyira fogynak, de az ilyen 152-es, 122-es tarackok, azok brutális mértékben. Tehát azért ezen a bázison konkrétan feleződött a létszám a háború kezdete óta. Én most a harckocsikra vonatkozó számokat tudom, ezt most megnéztem valami máshoz. Voltam most egy szövetséges országban nem olyan régen, és akkor oda ez kellett. A háború előtt majdnem pontosan 5500 lekonzervált harckocsijuk volt. Ebből az 5500-ból aktiváltak kb. 1200-at, és ebből az 5500-ból nagyjából egy olyan 10-15%, ami biztosan menthetetlen. Tehát olyan tárolási körülmények között voltak, hogy az már alkatrésznek is csak korlátozottan jó. Tehát ha azt számoljuk, ugye, azért jó a harckocsi idézőjelben kutatói szempontból, mert szinte kizárólag nyílt terepen tárolták, tehát a műholdakon nagyon jól meg lehet számolni, ahogy itt Gábor is mutatta, hogy pontosan hány harckocsiról tudunk a háború előtt, és akkor hogyan változnak az egyes raktárakban az ott tárolt harckocsik száma. Tehát a tartalékból kivettek kb. 1200-at egy év alatt. Ugye a tartalékban lévő harckocsik aktiválása, reaktiválása az 22 őszén kezdődött, de igazából lendületet 22 decemberétől, 23 januárjától kapott, tehát 23 januárjától látunk nagyobb számban ilyen reaktivált eszközöket. Addigra találták ki, ezt hogy lehet nagy üzemben csinálni. Ha azt számoljuk tehát, hogy egy év alatt reaktiváltak 1200-at, és a meglévő 5500-as készletből 10-15%, de mondjuk csak 10% biztosan használhatatlan, tehát 5000-ből reaktiváltak 1200-at, ami azt jelenti, hogy ezt az attrition-t, ezt a fajta kivéreztetési tempót, vagy a hadműveletetnek ez az intenzitása fennmarad, akkor ez a készlet egyáltalán nem végtelen. Tehát legfeljebb 3 évre elegendő, kicsit több, mint 3 évre, de plusz-minusz valamennyi, akkor, és ez egy nagyon fontos módszertani kérdés, és erre nagyon nehéz választ találni, ezzel komoly kutatási projektek foglalkoznak, hogy ezt meg lehessen találni. Ugye nem tudjuk, hogy mi az orosz minimum küszöb, ami erőket tartalékban kell tartani. Kevésbé hülyén fogalmazva, nem küldheted el az utolsó T-72-est is Ukrajnába. Nem lőheted el az utolsó rakétádat is Kijevre. Valamennyit tartalékban kell tartani, mert kell a kínai határra, kell az Észak-Kaukázusba, kell a NATO határra. Nem tudjuk, hogy mennyi ez a küszöb. Valószínűleg haderőnemenként és fegyvernemenként erősen eltér. 10%, 15%, 20%, de biztos, hogy van egy küszöb. Ergo, ha például maradva a harckocsik példájánál, ha azt mondjuk, hogy nincs küszöb, és a legutolsót is elküldik, ezt a tempót még körülbelül 3 évig bírják. Tovább nem. Tehát nem érdemes úgy felfogni az orosz fegyverkészleteket, mint amik végtelenek. Nagyok, de nem végtelenek. Bizonyos eszközöket teljes mértékben képtelenek pótolni. Mondok ilyen példát, a nagy felszíni hajóegységeket nem tudják újra legyártani. Nem lesz újabb Moszkva cirkáló. Nem lesznek újabb ropuha osztályú partraszállító hajók. Már csak azért sem, mert a ropuhákat annak idején Lengyelországban gyártották. Lengyelország valószínűleg nem fog hadihajókat szállítani Oroszországnak belátható időn belül. A lelőtt Szuhoj 25-ösöket sem tudják pótolni, mert azokat annak idején Grúziában gyártották. Onnan se fognak már eszközt kapni, az a gyár most nem is létezik. Tehát vannak veszteségek, amiket nem tudnak pótolni, amiket pedig tudnak pótolni, ott is véges ideig elegendőek ezek a készletek. A 2-2,5 év még biztosan benne van. De nem tudják a végtelenségig csinálni, az a fő különbség, nem csak eszközállomány, de emberállomány tekintetében is, hogy Ukrajna kap segítséget a nyugattól, Oroszország viszont érdemben nem kap segítséget. Sem kiképzésben, sem hadianyagban. Tehát itt, amit az irániak meg az észak-koreaiak szállítanak, azok bizonyos szektorokban segítenek, de az orosz hadsereg általános degradációját nem tudják megállítani. Tehát itt ezt a háborút a mostani intenzitáson Oroszország 2-3 évig képes folytatni, sokkal tovább már nem. Csak egy dolgot emelnék, hogy ahogy mondtam, hogy a veszteség az nem egyenlő a halott katonával, mert van se besült, és a haditechnikánál sem feltétlenül arra kell gondolni, hogy ezek elvesznek a harcmező, megkilövik, vagy felrobbanak, nára fut, hanem amit mondtam, hogy a gyárgyűcsőnek megvan a használata. Ez például van egy nagyon jó cikk a katonai logisztika folyóiratban, hogy pont azt mondta, hogy annak idején a T-72-esekkel Magyarországon az volt az átlag, hogy nagyjából 200-250 órát bírtak ki, mielőtt valami olyan hiba merült fel benne. Pusztán a gyakorlatokon, ott nem volt lövöldözés, csak pusztán a gyakorlatokon 200-250 munkaóra után vele kellett vinni ipari nagyjavításra a járműveket. Tehát, hogy ezek iszonyatosan kopnak fizikailag. Tehát tényleg azért mondom, hogy max fél évet bír ki egy harcjármű. De viszont pont azért, ami eddig szó volt, hogy ugye azért itt alapvetően a régi hidegháborús haditechnikát lövik el az oroszok is, mert azért, hogy mondjam, T-90-eseket azért viszonylag spórolva vetnek be, régi T-80-út, T-72-t, A-t, B-t, T-64-eseket is bevetnek. Emiatt egyébként olyan értelemben nem drága a háború, hogy ezt iszonyatosan sokáig bírja pénzzel a nyugat is, meg Oroszország is. Ennek egyetlen egy oka van, ez egy kicsi közgazdaságtan csak, hogy a háború az nem úgy működik jelenleg, hogy az amerikaiak fognak egy nagy mennyiségű pénzt, azt egy bankszámlára átutalják Kijevre, és akkor Kijev bevásárol belőle a globális piacon, hanem ez úgy történik, hogy a Washington ezt átutalja valamelyik amerikai gyárnak, mondjuk a General Electricnek, az gyár belőle rakétát, tüzérségi lőszert, akár gyáranként eltér. Amerikában fizet adót, amerikai munkaerőt alkalmaz, amerikai nyersanyagot használ, és a kész rakétát egyébként elküldik. De hát ugye az azt jelenti, hogy a pénznek azért szignifikáns része az Amerikán belül marad. Az oroszok is nagyon sokat költenek a háborúra, de ugyanígy annak egy szignifikáns részét Oroszországon belül költik el. Például az, hogy az orosz GDP most idén tudott növekedni, annak nem kis része az az, hogy amiről szó volt, hogy a hadianyaggyártás felfutott. De hogy mennyit költünk mi az orosz-ukrán háborúra, itt van egy ábra. Én ennél frissebb, pontos adatot nem találtam, ezért elnézést kérek, ez 23. októberi adat. De azért is az adat, mert akkorra már van egy pontos GDP adat az USA-ra, hogy a negyedéves adatok már elérhetőek. Amit az USA abban az évben, mondom október 31-ig kiküldött összeg, az az akkori, addigi, tehát októberig terjedt, tehát ugye a harmadik negyedévig való GDP-nek volt 0,17%-a keményen. Az egész összeg, ami évvégéig volt, az valószínűleg több volt ennél, azt szerintem lehet, hogy 0,3%. Volt olyan év, hogy Magyarország stadion építése többet költött ennél. Minden fillért megért, hát mi a kérdés? Igen. És ennek egy jelentős része egyébként nem fegyver, tehát ha egy pontos leszámolás, ebből az a sötét kocka az, ami konkrétan hadianyag, tehát rakéta, páncéltörélágyú, akármi. Páncéltörélágyút nem adunk, mert azt mi már nem gyártunk. Hanem azért ennek egy jelentős része az tényleg humanitárius segély. Tehát egy egyszerű például mondok, hát egy ilyen háborúban irgalmatlan mennyiségű kötszer kell például. És ez viszont megint csak nagyon hosszú távon fenntartható. Tehát ez a 3,5 éves simán benne van mindenben. Ugye az ukrán költségvetés az idei évben úgy van kiszámolva, hogy a költségvetés bevételeinek 49,valahány százaléka az konkrétan külföldi támogatás. Másképp fogalmazva, ugye minden második hívnya az ukrán költségvetésben az terv szerint külföldről jön. A rossz hír az az, hogy az Európai Unió most fogadta el a február 1-i rendkívüli EU csúcson, amit csak a magyar ellenkezés miatt kellett összehívni, ezúttal is gratulálunk hozzá. Most fogadta az Európai Unió, hogy 50 milliárd euróval segíti Ukrajnát a következő 4 évben. Most ez hónapra lebontva egyébként kevesebb, mint amit Ukrajna 2023 folyamán kapott. Mert 2023 folyamán az EU havi 1,5 milliárd euróval támogatta az ukrán költségvetést, tényleg ez cash flow, tehát hogy a költségvetésben legyen pénz. Ha ezt az 50 milliárdot elosztjuk 4 évvel, tehát 48 hónappal, akkor lényegesen kevesebb pénz jön ki. Tehát nem havi 1,5 milliárd, hanem ennél picit kevesebb. És ráadásul az a baj ezzel az 50 milliárddal, hogy ez az 50 milliárd ez úgy van kiszámolva, hogy ez akkor elég az ukrán költségvetés stabilan tartására, ha az amerikaiak beleadják azt a pénzt, amit terv szerint bele kellene adni. Most ez az a kérdés, amire tavaly szeptember óta nincsen válasz. Tehát az amerikai pénzügyi és katonai segítség kérdése az tavaly szeptember óta áll az amerikai törvényhozásban, a republikánus párt trumpista frakciójának ellenállása miatt. Ugye a szenátus az idén év elején végre ezt megszavazta, de a kongresszusban Mike Johnson házelnök egyszerűen nem hajlandó napirendre tűzni azt, hogy erről a kérdésről szavazni lehessen. Tehát hiába van kétpárti konszenzus többség amögött, hogy meg kell adni Ukránnak a támogatást, jelenleg a házelnök ellenállása miatt ezt nem lehet megcsinálni. Most, amikor beszélgetünk, a mai nap hívja össze Biden elnök a két házelnökeit és a két párt, nem tudom az amerikai kifejezést, de gyakorlatilag a frakcióvezetőnek felel meg, hogy próbáljanak erre a kérdésre megoldást találni. Ellenkező esetben van egy alkotmányos eljárás arra, hogy a házelnököt meg lehessen kerülni. Ugye ez egy amerikai jól működő, jó kialakított parlamentáris demokrácia, a saját jogrendszerük szerint. Senkinek sincs abszolút hatalma, mindenkit meg lehet kerülni valamilyen módon, de ha Mike Johnson meg kell kerülni, az plusz 1 hónap késedelem. Itt jelenleg a pénzügyi segítség az olyasmi, amit egy picit meg lehet támasztani, hogyha az amerikaiak nem tudnak az ukrán költségvetésbe pénzt adni. A katonai segítség kérdése viszont bizonyos fegyverrendszerek tekintetében megkerülhetetlen és pótolhatatlan. Tehát ha az Egyesült Államok nem tud döntést hozni arról, hogy biztosítja Ukrajnának az idejében a katonai támogatást, akkor bizonyos fegyverek el fognak hallgatni. Mert elfogy a hozzájuk való lőszer, elfogy a hozzájuk való pótalkatrész, ez katasztrófa lesz Ukrajnának. Tehát ha valakinek nincs sok ideje ezzel a háborúval foglalkozni, egyetlen egy változó van, amit figyelni kell, tud-e jönni az amerikai katonai támogatás, vagy nem. Némi egyszerűsítéssel körülbelül minden ezen múlik. Egy nagyon minimális segítséget jelent egyébként Ukrajnának, hogy Japánban, ha jól emlékszem, pont nem rég múlt héten, vagy mikor szavaztak meg egyre viszonylag nagyobb összeget, amit Japán fog tudósítani, meg indiai kormányzat hozzájárult, hogy a régi volt szovjet hadianyagból valamennyit Ukrajnának el. Most azt nem tudom, hogy eladják-e, vagy odaadják, ez számomra nem derült ki a közleményből, de... harmadik országon keresztül megyünk. Igen. De ez egyébként nem meglepő, tehát ez Amerikában mindenki akarja Ukrajnát támogatni, ez most nem Ukrajnáról szól ez a hiszti, ami most van, hanem arról szól, hogy gyakorlatilag az amerikai bevándorlási politikán akarnak szigorítani, és ezt kötötték hozzá, hogy csak akkor hajlandók erről szavaztatni, hogyha ez amerikai belpolitika. Ennek valójában Ukrajnához nincs köze, Ukrajna csak az elszenvedője az amerikai belpolitikának ilyen szempontból. És ugye mindenféle megkerülő megoldásokkal tüzérségi lőszert például lehet biztosítani. Ugye ez a mostani Cseh projekt, amit ugye Pável Cseh elnök Münchenben jelentett be, hogy 800 000 tüzérségi gránát van, amit meg lehet vásárolni a világpiacon, és Csehország erre keres pénzügyi támogatást. Ez a malac persze, ez egészen jól megtelik, tehát meg lehet majd venni ezt a 800 000 tüzérségi lőszert. Egy része az már meg van vásárolva, tehát bizonyos dolgokat tudunk szállítani. Ex-szovjet fegyverrendszerekhez való lőszert is tudunk szállítani. Németország most több mint 100 000 darab régi 122-es lövegbe való lőszert talált valahol. Ez is ugye megy Ukrajnába, tehát bizonyos dolgokat tudunk segíteni. De mondjuk a Patriotokba való rakétákkal nem tudunk segíteni. Nashemsekhez való rakétával vagy kilövőállással az amerikaiakat nem tudjuk kiváltani. Vannak olyan fegyverrendszerek, amik az amerikaiak nélkül, például bizonyos HIMARS lőszerek, nem tudjuk kiváltani. Sok ország tart rendszerben HIMARS rakétasorozatvetőket, de lényegesen kisebb létszámban, mint az Egyesült Államok, és nem lehet elvárni azt, hogy Románia mondjuk az összes HIMARS rakétáját átadja. Meg amiből van Európában gyártás, az is sokkal kisebb kapacitás, mint az amerikai. Tehát például MRM rakétát is gyártanak Európában, mert már jól tudom, például a svédeknek is van rá licensze, de hát a svéd gyártás az töredék annak, amit az amerikaiak tudnak. De egyébként akkor itt át is csatolnék a következő kérdésre, ugye amit már kaptunk, az alsót ki is pipáltuk, F-16-os biznisz, és hogy az mire lesz elég, hogyha Ukrajna kap F-16-ost. Ezt a fotót én az interneten bányáztam le, ukrán pilóták kiképzésére használt repülőgép, így vicces módon ki van festve ukrán színekre, de hát azért még szó nincs arról, hogy ez Ukrajna fölött röpködne. Tehát ezt ne tévesszel meg senkit. Ugye itt nem csak a magyar, de a nyugat-európai vita is teljesen téves vágányokon fut. Tehát a harci repülőgép az egy platform. Az a fő kérdés, hogy erre a repülőgépre milyen fegyverrendszerek tudnak majd kerülni. Nem az a kérdés, hogy lesz-e Ukrajnának F-16-osa, lesz, most 50 valamennyi gépről van szó, ebből nyilván az idő előre haladtával több lesz, de az, hogy ezek milyen hatást tudnak gyakorolni a háborúra, ez attól függ, hogy milyen fegyverrendszerek lesznek hozzá, és milyen mennyiségben. Tehát ha csak mutatóban tudnak mondjuk hatékonyabb levegő-földeszközöket használni, az pont nem fog változtatni semmin. Ha több ezer vagy több tízezer modern levegőföld rakéta állna rendelkezésre, akkor nyilván nagyobb hatást érnének ezek a gépek. Tehát igazából nem arról kellene most már beszélni, hogy lesz F-16 vagy nem. Lesz. Lehet, hogy egy picit késik, mert kiképzési, mert logisztikai okai vannak, de az, hogy az ukrán légierőnek, és ideértve a háború utáni ukrán légierőt is egyébként, a fő harci repülőgép típusa az F-16-os lesz, ez mostanra egy eldöntött tény. Most már arról kellene beszélni, hogy milyen fegyverek lesznek ezekhez a repülőgépekhez, és ezeket a fegyvereket kiszállítja és honnan. Abban a kivételes, tulajdonképpen kedvező helyzetben vagyunk, hogy mivel nagyobb számú F-16-os jövő év elején lesz, ezért van egy évünk gondolkodni azon, hogy honnan lesz elegendő fegyver ezekre a gépekre. Zajlik már ez a gondolkodás, de a közbeszédben még egyáltalán nem csapódott le. Tehát még mindenki azon rugózik, hogy most a 40-50 F-16-os az min fog változtatni. Ugye itt meg a nagyon fontos kiemelni, és F-16-os az ilyen szempontból azért egy jó gép, mert az, hogy egy kicsit ilyen multifunkciális repülőgép, kicsit ez a svájci bicska, hogy irgalmatlan típus mennyiség választék van rá a világ különböző országaiban alkalmazva, ezért integrálva vannak ezek a technikák. Na, jó pár olyan rakéta van, meg, amit gyakorlatilag szoftverfrissítéssel lehet rá integrálni. De még azért azt is hozzá kell venni, hogy ezek irgalmatlan régi gépek némelyik, amiket felajánlottak, például a Dán gépeknél például kiderült, hogy azokon ipari nagyjavítást kell végezni, mert azok évek óta álltak, és gyakorlatilag nem funkcionálnak tökéletesen. És hát ugye itt megint az van, mint a tüzérségnél, hogy a 155 mm-es tarack az lőszer nélkül egy nagyon szépen mutató vasdarab a pusztában, ugyanígy az F-16-os MRM rakéta nélkül az egy nagyon szépen mutató titánium alumínium kupac a reptérszélén. És akkor szerintem ugorhatunk-e arra a kérdésre, amit kaptunk, hogy Navalnyi halála elindítte valamit Oroszországban? Nem, semmit. Nem. Tehát eltemetik, elgyászolják és ennyi. Paradox módon Navalnyi halála külföldön, vagy a külföld szempontjából nagyobb hatást gyakorol erre a háborúra, mint Oroszországon belül. Tehát az újabb szankciós csomagok, illetve az újabb fegyverszállítási csomagokhoz Navalnyi halála az indoklásként, meg legitimációként is szolgál. Oroszországon belül az orosz rezsim ezt teljes mértékben elnyomja. Ugye abból is látszik, hogy mennyit keményedett vagy szigorodott a rezsim. Ugye ilyen profilú ellenzéki vezető itt utoljára 2015-ben halt meg, ugye ez volt Boris Nemcov, aki nem ellenzéki vezetőként indult, Tehát Boris Nemcov ugye a 90-es évek végén ő miniszterelnök helyettes volt. Tehát az orosz elit legfelső köreibe tartozott, utána váltott és lett ellenzéki vezető. Nemcov halálakor még országszerte nagy megemlékezéseket lehetett tartani, a hatalom ezeket korrekt módon biztosította. Nemcov halálát, ugye a Kreml mellett Moszkvában egy hídon lőtték le pár száz méterre a Kremltől. Azon a hídon egy ilyen, mint Budapesten az Eleven emlékmű, egy ilyen spontán kialakult emlékmű volt. Én 21 késő őszén jártam ott utoljára, 21-ben, 6 évvel Nemcov halála után ez még gond nélkül megvolt, lehetett virágokat vinni, fényképezkedni, minden ilyesmi. Tehát a Nemcovra való megemlékezést még tolerálta a hatalom. Itt a Navalnyire való megemlékezésnél ez már nincsen. Ugye amint kiderült a halálhír pénteken, vagy hát ugye múlt előtti héten, 100, az Oroszország kb. 140 városában voltak kisebb-nagyobb megemlékezések, de ezeket a hatalom azonnal elfojtotta. Börtönbe vittek embereket, letartóztattak embereket, láthatóan itt nem tolerálják azt, hogy Navalnyira egy bárki megemlékezzen. Van egy ilyen fura kettősség, hogy ugye most fegyveres erők napja is volt, ugye február 23-a, ilyenkor tulajdonképpen hagyomány, hogy a katona anyák is emlékeznek a foglyokra vagy az elesettekre, és picit egybeesett a katona anyák megemlékezése, meg a Navalnyi megemlékezések. És az látszott, hogy a hatalom a katona anyák megemlékezéseit sokkal kevésbé bántja, a Navalnyi megemlékezésekre arra nagyon keményen lecsapott. Tehát itt ebből nem lesz semmi, annál is inkább, mert az egykori Navalnyi hálózat, ami Oroszországban a 10-es évek közepén egy jelentős politikai szereplő volt, ez mostanra megsemmisült. Tehát a jelentős része az aktivistáknak külföldön van, másik része börtönben, volt, akit nyomorékkal vertek, volt, aki meghalt, aki pedig egyik halmazba se esik bele, az lapul és próbál túlélni. Tehát itt, ebben a rendszerben nem lesz alulról jövő változás, valójában egyébként sosem volt alulról jövő változás. Zsalúzni leváltása mit jelent? Én egyébként ezt nem gondolom olyan fontos kérdésnek, de bejött. Fontos kérdés annyiban, hogy Ukrajnán belül is nagyon komoly társadalmi hullámokat vetett, meg nyugaton is nagyon komoly társadalmi hullámokat vetett. Ugye Zaluzsnyij volt a legmagasabb bizalmi indexen rendelkező ukrán vezető. Tehát a háború kezdete óta stabilan 85-88-90%-os volt a bizalmi indexe, minden politikusnak meredeken zuhant a háború kezdete óta. Zelenszkij is felugrott 90-re, most arra 50-valahány százalék, attól függ, hogy kiméri. Zaluzsnyij esetében nem volt csökkenés. Tehát elképesztően népszerű volt. Nyilván a ukrán társadalom és az ukrán hadsereg jelentős része ezt erős értetlenséggel szemléli. Az, hogy amit tudunk, hogy miért történhetett, tehát valóban volt koncepcionális vita is, mozgósítás kérdéséről is, meg más kérdésekről is, például az, hogy a hadiparnak mekkora prioritást kell adni. Ugye egy katonai vezető azt mondja, hogy mindent a frontért át kell állni a hadigazdaságra, egy politikusnak más szempontjai is vannak. Az is hozzátartozik, hogy a tavalyi ellentámadás kudarcáért még senki sem viselte a felelősséget. Tehát azért egy ilyen léptékű művelet, ami ennyire nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, ezért valahol valakinek felelősséget kell vállalnia. Tavaly óta nem voltak nagy személycserék. Zaluzsnyij volt a főparancsnok, tulajdonképpen érthető, hogy egy idő után leváltják. A hadtörténelmét tele van olyan esetekkel, hogy háborúban álló ország főparancsnokot cserél. Amit Gábor szlájdjain korábban láttunk, hogy a fáradás, hogy az ember is elfogy. A főparancsnokra ugyanez igaz. Olyankor nincsen pihenőidő éjszaka meg hétvége. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy pszichésen a végtelenségig lehet bírni olyan döntések meghozatalát, hogy adott esetben emberek százainak, ezreinek az életéről kell dönteni, és néha úgy, hogy nem plusz, hanem mínusz vonalat húzol. Tehát van egy ilyenfajta faktor is. Ha megnézzük, hogy Zaluzsnyij hogyan távozott. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Zaluzsnyijt formálisan február 8-án váltják le. Avgyijivka egy héttel később, február 15-én esik el, vagy hát 15-én döntenek úgy, hogy feladják, de tényleg december óta lehetett tudni, hogy Avgyijivkát előbb-utóbb föl kell adni. Ha Zaluzsnyijt megalázva akarták volna elküldeni, akkor még feladatják vele Avgyijivkát, és utána rúgják ki. De nem ez történt. Őt azelőtt leváltották, tehát nem neki kellett feladni Avgyijivkát, és ráadásul ugye megkapta az Ukrajna hőse kitüntetést, ez a legmagasabb személynek adható ukrán kitüntetés. Érdemes megnézni a kitüntetési ceremóniát. Egy kifejezetten, keressétek meg, YouTube-on fönn van, van Zaluzsnynak a végén egy kifejezetten emberi gesztusa. Tehát ugye nyilván az elnök, mint a fegyveres erők főparancsnoka, odahívja Zaluzsnyit, gratulál, átadja a kitüntetést, még egyszer kezet fognak, Zaluzsnyi elindul visszafele, aztán még megfordul és az elnök nyakába borul. Egy ilyen meglepően őszinte gesztus. Ha ezt az embert megalázva, porba taposva küldték volna el, akkor valószínűleg nem ez lenne. Most egyébként pihentetik. Tehát továbbra is a hadsereg állományában van, nagyon sokan próbálnak vele interjút csinálni, hogy most már ráér, de senkinek sem nyilatkozik, valahol pihen. Lehet, hogy hetekig, lehet, hogy hónapokig. Nagyon furcsa lenne, hogyha kikerülne az ukrán rendszerből. Annál is inkább, mert ő maga sem akarja. Tehát amiről itt nagyon sokan spekuláltak, hogy Zaluzsnyi esetleg politikai pályára menne, és ez veszélyt jelentene Zelenszky hatalmára, ez egyrészt intézményesen értelmetlen, hiszen amíg ugye hadi állapot van, addig a politikai folyamatok be vannak fagyasztva. Nem is alapíthatsz például új pártot, meg nincsenek választások sem. Tehát azt, hogy most Zaluzsnyi hirtelen politikai pályára megy, oké, és mit csinál? Hát hadi állapot van, nincs ilyen. Másrészt minden, amit tudunk Zaluzsnyiról, és összességében azért elég sokat tudunk róla, egész életében katona és csak katona, és mindig ezt akarta csinálni. Írtózik a civil politikától. Furcsa lenne, hogyha miután tényleg Ukrajna hőse, és ennek a háborúnak az egyik tényleg megkérdőjelezhetetlen hőse, most hirtelen elkezdeni aláásni az elnököt, miközben a hazája éppen háborúban áll. Az, hogy 10 év múlva hol lesz, ezt nem tudjuk, ez egy másik kérdés, de én nem látom azt, hogy itt őt valami megalázó módon küldték volna el, vagy zárták volna be elsufniba. Ez egy személycsere, van ilyen. Ez olyan, mint a Montgomery-ból feltételeznénk, hogy a normandai partraszállás közben Churchill elindított volna egy pártot kb. Igen. Ami nagyon érdekes... A számi háborúban azért ott voltak főparancsnok cserék. Pontosan, és ezzel együtt megnyerte az Egyesült Államok. Tehát... Nagyon fontos, még egy pillanatra visszautalnék a utánpótlás, az csak annyi, van ez a hiba, ez, amit mondta, hogy most lehet, hogy lesz egy hónapcsúszás, mire megköli. Ugye az is egy probléma, hogy amikor az ukránok kérnek haditechnikai eszközöket, adnak egy, egyszerűsítek, hogy adnak egy listát, hogy mit szeretnénk, az általában az adott hadi állapothoz igazodik. Ha ez 3 hónappal később teljesül, akkor már teljesen más hadi állapot van, lehet, hogy más technika kéne. Közben folyópart mellé átkerül a hadművelet, akkor lehet, hogy úszóképes jármű kéne, neki nem erősen páncélozott, most csak egy fiktív példát mondtam, de szerintem ebből érthető. A hadműveletekben jellemző az a nagy kettőség, hogy a nagyon régi és a nagyon modern haditechnika találkozik, ugye ez már szóba is közül, a drónokkal gyakorlatilag 100%-os megfigyelés szinte sikerült elérni, közben meg gyakorlatilag lövészárok háborúban, szintén drónfelvételekről látjuk, hogy gyakran tényleg ez az ember tömegrohan, mint az első világháborúban, csak nyilván nem szuronnya meg Mauserre, hanem Kalasnyikovval. Ugye ennek a kettősségnek lesz valami kifutása, tehát hogy lesz itt valami nagyon éles váltás a haditechnikában, ugye mindenki már temeti a csatarepülőket, mert ugye a Kamov 52-esek hullottak, mint a legyek, meg hogy rengeteg harckocsi elpusztult, és akkor már ugye több magyar sajtó is leírt, hogy a harckocsinak vége van, hogy szerinted ennek a... Van-e bármi értelme, vagy ez megint csak ugyanolyan fikció, mint ami volt mondjuk az öbölháború után? Most én nem vagyok katonatiszt, sose voltam katonatiszt, nincsenek harcászati ismereteim ilyen szinten. Tehát én ilyenkor azt tudom csinálni, hogy visszamondom azoknak a kollégáknak a tudását, akik viszont értenek ehhez. Ugye tudom nagyon-nagyon jó szívvel ajánlani, múlt héten volt talán, a 444 csinált egy podcastot, Jóját Krisztiánnal és Takács Márk századossal. Jelenleg a magyar nyilvános szférában ők ketten tudnak ezekre a kérdésekre a legjobb választ adni. Pont. Tehát nem Nógrádi György, nem Spötle, nem egyéb futóbolondok, hanem 2 ember, akinek konkrétan ez a szakmája. Takács százados lövésztisztként kezdte a karrierjét, eltöltött x évet lövésztisztként, és most ezt tanítja az NKI Hadtudomány és Honvédtiszt Képzőkarán. Tehát nagyon javaslom mindenkinek, hogy keresse vissza, hallgassa meg ezt a podcastot, pontosan ez a kérdés is előkerül, ez a fajta kettősség. És ők úgy fogalmaztak, hogy tulajdonképp minden új, és mégis semmi sem új, tehát a háború az sok szempontból ugyanolyan, mint volt. Az, hogy ilyen mennyiségű drón van a levegőben, meg egyébként más elektronikai felderítési eszköz is, ezt ugye szenzorokkal szaturált harctérnek szokás mondani, tehát hogy nem lehet nagyobb erőket rejtetten összevonni, nem lehet nagyobb erőkkel meglepetésszerű támadást csinálni, mert az ellenfél ezt idejekorán érzékelni fogja, és tűzcsapás vagy más eszközökkel ezeket a nagyobb meglepetésszerű kísérleteket, ezeket el tudja hárítani. Ebből a fajta helyzetből mindkét oldal körülbelül ugyanarra képes, ebből a helyzetből kimozdulást az jelenthet, ha valamelyik oldal mind haditechnikában, mind vezetésben, illetve koordinációban eljut arra a szintre, hogy meg tudja törni a másik oldalnak ezeket a képességeit. Mondok fiktív példát, ha elegendő elektronika hadviselési képességet lehet összevonni, akkor egy adott frontszakaszon meg lehet vakítani az ellenségnek a szenzorait. Ha elegendő tüzérségem van mindehez, akkor le tudom fogni azokat az erődvonalakat, amiket Gábor mutogatott, és ha elegendő páncélos és gépesített és lövészerőm van, akkor ezt követően megkísérelhetem, és műszaki erőm az aknák miatt ezt követően megkísérelhetem annak a megerődített pozíciónak vagy vonalnak az áttörését. De ehhez olyan léptékű erők kellenek, és olyan koordinációs tudás, ami jelenleg egyik oldalt sem látszik, hogy meglenne. Pont a tavalyi ukrán ellentámadás mutatta, hogy mennyire rettenetesen komplex egy ilyen feladat, és az ukrán haderő erre markánsan nem volt felkészülve. Tehát az ukrán haderő az ellentámadás megindításakor egészen banális hibákat is elkövetett. Voltak ilyen esetek, amikor a tűzcsapás órákat késett. Vagy egy lövész század, az fél nappal később tudott csak elindulni. A tűzcsapás ott abban az esetben időben ment, de hát ők nem értek oda ahhoz, hogy a tűzcsapás hatását időben ki lehessen használni. Rengeteg hiba volt. Mert ezek nem olyan dolgok, amiket néhány hónapos gyors talpaló képzéssel meg lehet tanulni. Tehát itt az, amíg én arra számítok, hogy Oroszország képessé váljon hirtelen arra, hogy ebből a helyzetből ki tudjon mozdulni, nem látszik, hogy Oroszországnak meg lenne a kiképzési tudása, illetőleg az eszközállománya ahhoz, hogy ezt el tudja érni. Az orosz hadsereg belátható időn belül arra lesz képes, amit most is csinál, tehát hogy tüzérségi fölényre alapozva, lassan felőrlő hadviselést folytatva, frontálisan nyomul előre, 100 méter itt, 50 méter ott, de hogy ebből nagy áttörés nem látszik. Tehát én arra számítok, hogy az orosz hadsereg biztosan nem lesz képes minőségi ugrást elérni belátható időn belül. Az ukrán hadsereg esetében ez nem biztos, az ukrán hadsereg esetében ez a nyugati segítségtől függ, illetőleg attól, hogy az ukrán vezetés hajlandó-e és képes-e megfelelő mélységben tanulni és megreformálni a saját képességeit. Tehát itt rövid időn belül én nem várok ebből elmozdulást. Ha valaki ebben képes lehet elmozdulni, azok inkább az ukránok, de ez csak akkor igaz, hogyha a nyugati támogatás az fennmarad. A következő két kérdésre nagyon gyorsan válaszolni, mert egyébként ezek nagyjából el is hangzottak menet közben. Ugye ez a légifölény elvesztése miért nem olyan apokaliptikus Ukrajnára nézve, mint amit feltételeztek korábban? Hát erre ugye azt kell mondani, hogy ez az egész, hogy a stratégiai bombázásokkal félre lehet kényszeríteni egy hadviselő országot, ez már milliószor megbukott, ez nem sikerült a II. Világháborúban, nem sikerült Vietnámban, nem sorolom tovább. Egyetlen eset volt, amikor bombázás egy országot térdre lehetett kényszeríteni. Valamikor a 30-as években volt egy iraki emír, aki fellázadt a britek ellen. És akkor a palesztinai brit erőknek éppen nem nagyon volt semmiük, úgyhogy kísérletképpen elküldtek egy repülőgépet, hogy bombázza meg az emír fővárosát. A repülőgép ledobott néhány bombát, és ez olyan nyugtalanságot, tehát egy kétfedelű repülőgépet kell elképzelni, ledobott egy pár bombát, és ez olyan nyugtalanságot váltott a helyiek körében, az emír rögtön békét kért. Tehát ez egy igazából el sem kezdődött háború volt, ez volt az egyetlen, amit kizárólag bombázásokkal meg lehetett nyerni, de csak azért, mert a helyiek korábban nem láttak még ilyet. Hát ott azért voltak elég komoly harcok. Hát jó, de a horvátokkal lövöldöztek elég aktívan, tehát... De én csak akarok gondolni, hogy egyébként minden annak volt igaz, aki kimutatta egyébként, hogy bombázásokkal nem lehet, már 41-ben kimutatta, hogy nem lehet bombázásokkal térdre kényszeríteni egy országot, sőt általában az elszántságot csak növeli, mert mindenkinek lesz egy halott ismerős, amiért még jobban fogja utálni az ellenséget. Pusztán pszichológiai alapon mutatta ki, nem katonai szempontból. Szankciók kapcsán, meg ugye ez az első ábrát szeretném visszaidézni, ez a mi igaz, mi nem, hogy a szankciók működnek vagy nem működnek, ez egy régi vita a magyar sajtóban. Ez egyik sem igaz, vannak szankciók, amik jobban működnek, vannak szankciók, amik kevésbé működnek, ez nem egy fekete-fehér kapcsoló. Például azok a szankciók, amik érintik Oroszországnak például az olajexportját, azok viszonylag jól működnek, mert és a gázexportját, mert az oroszok jelenleg a gázuknak kemény 7%-át képesek Kínának eladni, minden más az megáll. Nyilván az ukránok most nem nagyon vesznek orosz gázt. Ellenben mondjuk a szankciók tökéletesen jól működnek például technológiai szinten, hiszen az orosz gyárak irgalmatlan mennyiségű nyugati technikát használtak, és nem csak arra kell gondolni, hogy autóban használtak francia alkatrészt, hanem mondjuk arra kell gondolni, hogy hát azért mindenki gondolom tudja, hogy a T-14-es Armata és a Su-57-es mégsem váltotta meg a haditechnikát, mint ami a magyar sajtóban volt ugye annak idején 14-ben, mert nem tudják őket tömeggyártani, mert irgalmatlan mennyiségű nyugati alkatrész volt bennük, hogy más példát nem mondjak. T-90-es óta az összes orosz harckocsiban francia eredetű optika van. A Thales gyárnak a licensze alapján, és a Thales ehhez most már nem nyújt nyilván 12 óta technikai támogatást. És az, hogy például SAP rendszerből kidobták az oroszokat, az valószínűleg sokkal jobban fog nekik fájni, mint az, hogy a banki utalási rendszerből, mert SAP nélkül egy mai modern gyárat működtetni az egy kész rémálom. Van kínai alternatíva, de hát azért ennek az átállása ez nem olyan, hogy én most a holnap a Excel helyett OpenOffice-t használok. Hát de vagy repülő GPS nélkül, és akkora nélkül fog készülni. Hát egyébként meg lehet nézni, hogy milyen állapotban van egyébként az Aeroflot. És akkor egy dolog, utolsó kérdésünk az az volt, hogy a Big Thread-nek az egésznek milyen hatása lesz. A szankciókra még mondanék valamit. A szankciók, tehát nagyon függ, hogy milyen szektorról beszélünk. Abban is különbség vagy amerikai vagy Európai Uniós szankció. Röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ezek ilyen lassan ölő mérgek. Tehát amikor valakinek mondjuk hasadó anyagot csempészünk az íróasztal a fiókjába, nem másnap fog meghalni, nem egy hét múlva fog meghalni, de mondjuk 3 hónap múlva már elég rosszul lesz, 6-8 hónap múlva már nem nagyon lesznek fogai meg haja, és mondjuk 1-2 év múlva már nyugodtan lehet rendelni a sírkövet. A szankciók is ilyen elnyújtott hatást gyakorolnak, és ráadásul van egy csomó olyan elem, amit nem lehet előrejelezni, mert egymást erősítő hatásaik is vannak. A háború elején volt egy ilyen nagyon, nagyon szép példa, ugye az orosz autóipar is szenved a szankciók miatt, meg hát egy csomó nyugati cég az kijött az orosz piacról szankcióktól függetlenül is. Tehát ezres nagyságrendű azok a vállalatok, akik kijöttek az orosz piacról, mert morálisan vállalhatatlan. Egy részük persze megkérlő csatornákon szállít, de minden nem ezt akartam mesélni. Az, hogy az oroszok most már hazai bázison csak olyan autót tudnak gyártani, amiben nincsen ABS meg légzsák, ezt lehetett sejteni, hogy ez lesz. Az orosz autópiacot egyébként letarolják a kínai autógyárak. Tehát most már kínai autókat vesznek az oroszok, csak ugye át van címkézve, hogy az már pedig orosz gyártmány. Na most tehát azt, hogy nem lesz ABS a kocsikban, meg nem lesz légzsák, ezt tudtuk. De mondjuk azt, hogy kizárólag fehér színben lesznek képesek autót gyártani, mert bizonyos olyan festékekhez sem fértek hozzá, amitől mondjuk pirosban is lehetne a Zsigulit gyártani, ezt ember nem tudta. Szeget egy ideig nem lehetett az oroszoknál kapni, mert az oroszok honnan vették a szeget? Az ukránoktól. Igen. Tehát, hogy tapasztalati úton bukkant ki egy csomó olyan kumulatív hatása a szankcióknak, amik mindenki számára meglepetések voltak. Van egy nagyon erős és hatékony adaptálódási képessége az orosz iparnak, az orosz gazdaságnak. Tehát nincs olyan szankció, vagy nem tudunk olyan szankcióról, ami így azonnal a földbe állítaná akár a gazdaságot, akár a hadigépezetet. Ezek szépen lassan hatnak. Mondjuk az olajszankcióknak, illetőleg kombinálva egyébként azzal az ukránok elkezdtek orosz olajlétesítményeket támadni, ez most eredményezte azt, hogy Oroszország leállította a benzinexportot. Mert hirtelen, ugye finomító kapacitásnak eddig is szűkében voltak, most már egyre nehezebb a finomítókat karbantartani, hiszen ahhoz kéne nyugati technológia, és mostanra a finomító kapacitás szűkössége eljutott oda, hogy exportra nem jut benzin. Az oroszok egyetlen normálisan működő északi olajfúró tornyát a norvégok rakták össze. Fun fact. Működőképesség. Amit beszélnek az oroszok, hogy elvesztették a nyugati piacot az olaj és gáz számára, semmi baj, majd átirányítjuk Kínába. Én ehhez innen kívánnék sok sikert, mert ha megnézzük, hogy az orosz olaj- és gázvezetékek hogy épülnek, ugye a csővezeték az orosz gyártmány, ugye a Rotenberg fivérek gyártják ezeket, tehát más országban a térkőien. Az a kemény az, ami Ázsiában megy, a többi valami európai részre, vagy Ukrajnában. Tehát csövet tudnak gyártani, de a pumpák az mind nyugati. És akkor, amikor semmiből kell felépítened, Siemens pontosan, amikor a semmiből kell felépítened gáz- meg olajvezeték pumpagyártó kapacitást, úgyhogy 5000 kilométert le tudj vele fedni, ez azért nem egy kis... Összeszedsz 1000 gyereket, akit bezavarsz az egyetemre, hogy megtanulja, ledolgozik 3 évet az iparba, és akkor majd ő ki tudja találni a technológiát újra felfedezni, vagy visszafejtéssel. Már csak működő CNC maró kéne, hogy egy 10 év alatt ezt meg lehet lépni, nyilván. Neon zacskóban meg viszonylag nehéz elcipelni a földgázt Kínában. Egyébként Kínát ez nem is érdekli, és akkor az utolsó kérdés, hogy mi lesz a BRICS-szel, én itt felét megválaszolnám, a többi azt a szakértőről bíznám, én csak földrajz. Ezt a térképet azért szeretem nagyon, mert így néz ki most jelenleg a világ, nem úgy, mint a mi földrajz atlaszainkban. Kína van középen, meg az USA, mi vagyunk a szélén, Európa. Sok szempontból, nyilván az életnek nagyon sok szempontjából Európa a középpont, de azért ez... Egyszerű példát mondok, ha ez így, amit így most körberajzolok, ott lakik a világ lakosságának közel a fele, ebbe a kis négyzetbe. Dél-Kína, India, stb. Ami nagyon fontos, hogy ha megnézzük, mi történt a háború kezdete óta, közép-ázsiai isztánokból gyakorlatilag az oroszokat kirakták a kínaiak, most ezt nagyon szépen fogalmazom, tehát amikor a kínai elnök körbehakniszta őket, meg el is hívta Pekingbe, és ha volt valami olyan beszéd, most nem tudom pontosan magyarra fordítva, hogy hangzott-e, kínaiul meg nem tudok, de angolul szoktam olvasni, nagyjából valami olyasmi sztori volt, hogy egy dombon nem lakhat 2 tigris, hát ez ugye ez eufémizmus arra, hogy hát köszi oroszok, ezt vittük. Hogy mennyire Tajikisztán meg Kazaksztán gáztermelését így megvették a kínaiak. Így megvették. Tehát amit nem ők használnak el, az most már menni fog Kínába, iszonyatos nagy kapacitás bővítészek lesznek, tehát nem az orosz gázt fogják megvenni, már csak azért sem, mert Kína úgy vesz meg gázt, hogy ő a gáz mezővel együtt veszi meg, azt meg az oroszok nem adnák. Másik dolog, hogy ugye Oroszország szövetségesei közül azért nagyon sokan megszívták most, mert hogy más nem mondjak, az azeri örmény háború is arról szólt, hogy az ő orosz erőkivetítés az gyakorlatilag annyira gyenge lett ott, hogy az azeriek úgy gondolták, hogy akkor hajrá. És azt az apróságot se felejtsük el, hogy, és akkor most arra írnám fel a figyelmet, hogy mik a főszállítási útvonalak. Panama csatorna, hát amikor éppen működik, ugye a klímaváltozás miatt meg nincsen probléma a Vörös-tengeren, és működik a Szuezi csatorna, az a két csatorna. Igen, meg ilyenek. Akkor a világszállítás nagy része az így néz ki, hogy innen Európából elindul, így Kínán keresztül, és akkor itt át Amerikáig. Nyilván valaki közben leválik, mert megáll Japánba, stb., de hajók nagyjából oda-vissza utat járnak be, és akkor 20-25 helyen is megállnak. Egyre egy baj van ám, hogy az orosz hajóknak ezek egy jelentős része ezt nem tudja megtenni, mert miatt az oroszok bekerültek a háborúba, és az oroszok meglőtt több teherhajót, tartályhajót eltaláltak. Volt, ami nem sérült meg komolyan, csak akkor is rá lett lőve, azóta a világbiztosítóinak egy szignifikáns része nem hajlandó orosz teherhajóra szerződni. Ez valószínűleg az orosz logisztikának, meg az exportnak jobban fáj, mint a szankció. Az a helyzet, pedig ez nem egy tudatos döntés volt. A biztosítás a szankciós is. De legelső időszakban ez még pusztán az volt, hogy biztosítók mondták, hogy hát ez nekünk nem éri meg, mert túl kockázatos biznisz. Hát ez azért ez probléma. A biztosításnál az van, hogy az orosz olajszállító hajók biztosítására van szankció. Az orosz olajszállítására. Igen. De... Az orosz olajszállításának biztosítására. Igen. A hajóra, hanem az tehát azt nyugati biztosító nem biztosíthatja. Most az oroszok ezt két módon kerülik meg. Egyrészt több száz rettenetesen rossz állapotú tankert vásároltak össze a világon, mindenféle egzotikus országba beregisztrálva, és ez az úgynevezett árnyékflotta, ezzel tartják a tengeri olajexportot nagyjából működésben, ez egyik megoldás. A másik, hogy nyugati biztosítók helyett egyre inkább ugye Egyesült Arab Emírségek beli, illetőleg kínai biztosítók biztosításait használják. Most ezeket a biztosításokat még soha senki nem tesztelte. Tehát nem lehet azt tudni, hogyha egy ilyen rettenetesen rossz állapotú, lefingott orosz teherhajó elsüllyed, akkor a kínai biztosító vajon tényleg fizet-e? Volt már olyan orosz hajó, ami az egyes tenger, az éppen, hogy hullámzó tengeren ketté tört, mert megette már a rozsdat. Ez konkrétan megtörtént eset. Tehát ezek pont a biztosítás kérdése mutatja, hogy ez egy példa arra, hogy a szankció az egy lassan ülő méreg. Szépen lassan egyre több ilyen van, ami beüt, egyre több ilyen van, ami problémát okoz, és ezek a hatások összeadódnak. Hát főleg akkor, hogyha most már lecsek ez az orosz hadigazdaságos időszak, és egy kicsit vissza kéne normalizálódni, és egy normál gazdaságot felépíteni, Most nem erre fele megyünk, most még a hadigazdaság pörgetése megy. Hát jó, de akkorra fognak tényleges ember mérgesedni ezek a szankciók, amikor mondjuk lesz 3-4 év múlva. Igen, tehát ennek évtizedes hatása lesz. Ugye Alexandra Prokopenkót érdemes olvasni, ő egy orosz közgazdász, a háborúig az Orosz Nemzeti Banknak volt vezető tanácsadója. Egy fiatal, nagyon-nagyon jó képzett szakember, eljött nyugatra, nálunk is van Berlinben, meg máshol is, és Prokopenko ír arról, hogy makrogazdaságilag, illetve az energiaszektorban hogyan működik az orosz gazdaság. Ő ezt ilyen katonai keynesianizmusnak hívja, tehát amikor az állam a védelmi szektorba tesz bele rengeteg állami forrást, ez nyilván fogyasztást is generál. Tehát, hogyha a katonáknak, mondjuk a tavaly toborzott 300 000 katonának adok fejenként 1500-2000 eurós fizetést, az nyilván generál egy fogyasztást. Hogyha a hadiparnak óriási megrendeléseket adok, az nyilván generál ipari termelést, fizetéseket, minden ilyesmit. Megrendelek 300 000 egyenruhát. Igen. A varrónőktől. Igen. De ez véges ideig tart, és amikor az állami forrásokat a védelmi szektorba öntöd, ez nominálisan csinál neked egy GDP növekedés rövid távon, de ez a pénz ez máshonnan rettenetesen hiányozni fog. Infrastruktúrából, egészségügyből, tudományból, mindenféle másról. Plusz, ha nincsen import, mert a szankciók megnehezítik, vagy irreálisan drága, mert többe kerül kijátszva a szankciókat szállítani, akkor meg az történik, hogy inflációt növel, mert gyakorlatilag a belső pénzmennyiség az megmarad. Tehát az infláció kapcsán amikor ugye rubelben, tehát kitermelem az olajat Oroszországban, de dollárért exportálom, akkor az nekem nagyon komoly bevételforrás, hogyha a dollárt vagy a rubelt elinflálom a dollárhoz képest. A háború előtt a dollár-rubel árfolyam az ilyen 38 körül volt. A mostani költségvetés azt hiszem, hogy 93-mal van tervezve. Tehát elinflálják a rubelt, ennek ez az ára. Amíg Ivan Ivanovics rubelben kapja a fizetését, és csak Oroszországban vásárol orosz gyártmányú terméket, addig ez nem fáj. Tehát a piacon ugyanúgy meg tudod venni a krumplit rubelért, mint eddig is. A rubeled azon a piacon a krumpli vonatkozásában ugyanannyit ér. De amikor mondjuk számítógép alkatrészt vennél, vagy az autódat próbálnál üzemeltetni, ilyen-olyan módon behozott nyugati alkatrészsel, hát akkor már nem rubelben fizetsz, hanem ugye nyugati valutában kéne fizetned, ott már nagyon fáj az árfolyam különbség. Vagy ha a krumpli termesztőnek meg kell venni egy traktor alkatrészt, az már bejut. Csak egy dolgot emelnék egy, igen, azt mondom, ez mennyire jól tud működni, azt ugye a magyarok annak idején a millió-billiárd pengőnél megtanulták. Egyik kérdésem az lesz, inkább Gáborhoz szólna, hogy amikor nyugatról hadianyag meg eszközök kerülnek Ukrajnába, azt nem látjuk. Néha-néha nyomok vannak, de hogy jut el oda? Nézd a Flight Radar, tökre könnyen látni lehet azt, amikor a Amerikából felszél C5-ös Galaxy az leszáll Kelet-Lengyelországban. Nem, valahol eljut mondjuk. Nagy részint ez vagy működik, hogy Románián vagy Lengyelországon keresztül beviszik, ott teherautó vasúton szállít. De azt tudni kell, hogy a posztszovjet térségben még mindenhol alapvetően a szállítás az elsődlegesen vasút. Az orosz harckocsik nem csak azért akkorák, amekkorák, mert hogy az kisebb célpontot jelent, ami más semmit nem jelent, mert Cseverin ugyanúgy eltalálja, mint a kétszer akkora harcskocsit, hanem azért, mert ráfér a vasúti szerelvényre, lehet rajta. Ez a 4 tengelyes vagonra felfér 2 T-72-es, mert vasúti szállítással alapoznak az oroszok. Ukrajnában is ez történik, vasútra fölpakolják, elviszik ugye valamelyik városba a front környékére, és onnan már lábon megy ki. Ez egyébként probléma is, be is adtam egy képet, hogy ez probléma is, mert a harckocsiknak meglepően rövid ám az élettart, mint egy lánctalp, a jobb minőségű az ilyen 5-10 ezer kilométert kibír békeidőben, ez háborús körülmények között az ilyen 3000 alá szokott menni. Nagyon vastagon 3000 alá szokott menni, és itt az egy extrém példa, hogy ez már a tábori buhera, hogy a T-72-esen T-55-ös futógörgők vannak, de mivel a T-55-ösnek nagyobb a futógörgője, ezért csak úgy fért be, hogy a gumírozást le kellett róla valamelyik katonának kézzel ott metélgetnie, mert menet közben ez lerobbant már egyszer, ez a harckocsi, és így tudták buherával megjavítani. Másrészt meg azért a repülőgéppel szállított dolgokat, azt nagy részint, ami olyan könnyebb. Tehát még egy Javelin rakétát lehet teherautón cipelni, a harckocsikat, főleg vonaton. De amit még nagyon fontos, hogy felhívnám a figyelmet, ha már mutat a nyugatról érkezőt, hogy a nyugat az mit jelent. Az is egy nagy tévhit Magyarországon. Magyarországon, amikor azt mondjuk, hogy nyugat, akkor az emberek gondolnak az EU-ra vagy a NATO-ra és az USA-ra. De a nyugat az nem csak ezt jelenti. A nyugat jelenti Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Japánt, Dél-Koreát, ugye az amerikai szövetségi rendszer az lényegesen nagyobb. És ha megnézzük, hogy most milyen az orosz szövetségi rendszer, hát ugye Észak-Koreát meg Iránt mindenki megtalálja a térképen. Most a hogyan jut el a fegyver és felszerelés? Én viszonylag sokat járok Ukrajnába a háború kezdete óta. A szállítás egy jelentős része nehéz technikahoz vasúton megy, ami nem vasúton megy, például gumikerekes harcjárművek, azok ilyen trélereken mennek, döntően Lengyelországból, én a lengyel útvonalat ismerem, tehát Zsesúv, délkelet Lengyelország ugye a fő kirakópont, Zsesúvtól Lvivig, ugye az első ukrán nagyvárosok nyugaton, addig nagy konvojokban mennek, Lviv környékén ezek a nagy konvojok megszűnnek létezni, és onnantól a Lviv-Kijev autópályán ott már mondjuk egy-két ilyen nagy platós teherautó megy, egy-két járművel rajta, meg rendőri felvezetés. Decentralizálják. A lőszer és más hadianyag az jelöletlen nyugati kamionokban megy, olyan járműveket kell elképzelni, amiken még rendszám sincs. Tehát teljesen fehér a ponyva, nincs rajta kis vicces tábla, hogy Oleg, semmi ilyesmi, teljesen jelöletlen kamionok jellemzően éjszaka közlekednek, néha konvojban, néha kisebb csoportokban. Ugye ezek civil autók, tehát műholdról nem lehet megmondani, hogy az a kamion az pontosan mi, nincs egyéni megkülönböztető jelzése, rettenetesen sok ilyen van. Tehát a decentralizált a szállítás vasúton és közúton is, az üzemanyag az csővezetéken megy be valameddig, és akkor Ukrajnán belül szintén decentralizálják a szállítást. Tehát a háború legelején még voltak mindenféle improvizatív megoldások, mert nem lehetett tudni, az oroszok meddig tudnak ellőni, meg hogy mit lát az orosz mélységi felderítés. Akkor még például Dzsevelinek úgy mentek be, hogy még Lviv előtt lepakolták a teherautókat, és akkor mindenféle ukrán civil járművekbe, amit nyilván a hadsereg vagy mindenféle ilyen népfelkelő alkotót működtettek, a csomagtartóba 2-3 Dzsevelin, és akkor a szakadt Zsiguli ment Észak-Kijevbe, vagy ahova éppen kellett. Tehát ez a decentralizáltság az első pillanattól kezdve megvan, most már úgy lehet összefoglalni, hogy ipari léptékben van decentralizálva. Nincs arra utaló információ, hogy az oroszok akár egyetlen konvojt is képesek lettek volna eltalálni. A raktárat, ahol statikusan bennáll a cucc, ilyenből többet is lőttek ki, egészen nagyot is, de az, hogy konvojt legyenek képesek támadni, ez meghaladja a képességeiket. Ugye a vasútnál az egy baj, vagy a vasút fix célpont, az viszonylag jól lövik az oroszok. Egyébként elég intenzíven lőtték is az ukránizéket, meg az ukránok is, ugye, ami már el is hangzott korábban, hogy támadják az orosz vasutat, de ugye azt tudni kell, hogy mindkét haderő, pont azért, mivel alapvetően az orosz harcművészet az vasúti szállításon alapult a hidegháborútól kezdve, irgalmatlan vasútjavító tudásuk van ezeknek, nem csak úgy, hogy eszközökben, hanem képzett katonákban is. Itt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen pici alakulatok, hanem dandár méretű, tehát sok ezer emberes vasútjavító alakulatok vannak az orosz meg az ukrán haderőben is hivatalosan. Ezek rendes, hogy mondjam, számmal jelzett dandárok, mint az oroszokban konkrétan külön fegyver, nem a vasúti csapatok. Igen. Sok tízezer emberre. Itt a táblázaton jelöltem is, ami volt. Következő kérdés? Kettő is lenne. Egyik egy kicsit túlvárosabb, a Gerasimovról, vagy eltűnt-e, nem tűnt-e, megkerült-e? Előkerült kitüntetéseket most volt az 58. hadseregnél Zaporizsében. Jó, teljesen rendben. Abszolút persze. Tehát akkor az nem egy 3 évvel ezelőtti. Nem. A másik kérdés egy kicsit komolyabb. A Franciaországnak van egy kis fellángolása, úgymond, hogy felajánlás ügyileg, hogy több technikát, illetve politikai támogatást is nyújt, ez tartós lehet ukránoknak, vagy erről mi a vélemények? Ugye a Rammsteini formátum ugye az Ukrajnát katonai eszközökkel támogat. A Macron nyilatkozata is például elég. Igen, oda fogok eljutni. Ugye a Rammsteini formátumban, nem emlékszem, hogy tavaly év végén vagy idén év elején végre sikerült ilyen task force-okat létrehozni, tehát hogy egyes feladatok megoldására az országok koalíciókat alkottak. A tüzérség, tehát az, hogy Ukrajnát tüzérséggel és lőszerrel támogatni, ezt a tüzérség koalíciót, ezt Franciaország vezeti. És januárban jelentették be a franciák, ugye eddig is jelentős számú ilyen Cézár önjáró löveget küldtek Ukrajnába, idén januárban jelentették be, hogy 70 valamennyit tudnak idén gyártani Ukrajnának, tehát erre van kapacitás, de pénz csak 12-re. Úgyhogy elkezdtek kalapozni, hogy a többi mint a 60 darabot, azt finanszírozzák más országok. A lőszergyártással ugyanez. Tehát itt ez a mostani Macron bejelentés, ez alapvetően a Rammsteinben elkezdett erőfeszítések fokozatos sikerét mutatja, tehát most már így van mit bejelenteni. Arról is szó volt, hogy most a hétfői Macron bejelentésről beszélünk, hogy Franciaország vezető szerepet vállalna abba, hogy Ukrajnát nagy hatótávolságú fegyverekkel lássa el. Ugye a Scalp robotrepülőgépeket már eddig is átadták, van szó arról, hogy növelik a Scalp gyártási kapacitását, tehát több ilyen mehet, illetőleg más nagy hatótávolságú fegyvereket is át fognak adni. Egyelőre kis számban fel kell pörgetni a gyártást, ahhoz viszont finanszírozás kell. Tehát Macron részben most az egyik cél, amit el akar érni, az az, hogy összekalapozza a pénzt a felpörgetett fegyvergyártásra. Másrészt PR tekintetében egy picit mínuszban van, mert ugye nem volt ott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon sem, és nem ment el Kijevbe sem. Ugye úgy volt, hogy elmegy Kijevbe, de aztán biztonsági okokból lemondta, tehát hogy egy picit valószínűleg furán érzi magát, tehát van egy ilyen PR elem is, amit bejelentett, és tele van a magyar sajtó, hogy megkezdődik az eszkaláció, mert nyugati katonák mennek, ökölszabály, Magyar Nemzetet kizárólag reggeli kávé helyett érdemes olvasni. Vannak nyugati katonák Ukrajnában? Persze, hogy vannak. 15-től kezdve vannak tanácsadóként. Sőt, a megfigyelő csoportban még magyar katonák is hivatalosan voltak ki. Igen. Tehát az, hogy nyugati katonák mennek, ebben semmi újdonság nincsen. Bizonyos nyugati fegyverrendszerek működtetését, karbantartását nyugati szakemberek segítik ukrán területen. Tehát volt arról hír, hogy jelentősebb számú brit katonai tanácsadó halt meg valami orosz csapásban. Most egy pár ember, de nyilván nem nulla. Szóval, hogy önmagában ez a Macron bejelentés, én ezt nem dimenzionálnám túl, tehát nem arról van szó, hogy a francia idegenlégió holnap után megjelenik Harkiv külsőn, hanem hogy ha Franciaország nagyobb számban kezd átadni modernebb fegyvereket, ahhoz nyilván tanácsadóknak is menniük kell majd. Tehát szerintem itt a közvélemény felkészítése is zajlik. Meg hát a negyedik dolog, ez a klasszikus grandőr, ez a nagyon Macron, nagyon rövid idő alatt hívta össze ezt a most hétfői csúcsot, de itt 2 hét vagy még kevesebb, hogy akkor ő most bejelent valami nagyot, és inkább több kisebbet jelent be, de hát Párizsban is elnöki. Tehát, hogy van egy picit ilyen eleme is, de tök jó egyébként, tehát, hogy a Franciaország eddig azért sok szempontból alul teljesített. Tehát lőszerellátás tekintetében a franciák nagyon büszkén jelentették be egy pár hónapja, hogy készek havi 3000 lőszert átadni. Remek, ez kevesebb, mint egy napi felhasználás egy nem túl jó napon. Tehát, hogy azért van hová fejlődni. Ezt csak annyira egészítenünk, egyébként ez nem is újdonság, mert ilyent már egyszer Európa megélt, mert ugye a 6 napos meg a 73-as háború között gyakorlatilag ugyanígy ömlött a hadianyag a Közel-Kelet, ugye az arab-izraeli háborúkban, nyilván a Varsói Szerződés az arab országoknak, Nyugat-Európa, Izrael támogatta, ugye akkor az amerikaiak politikai okokból nem nagyon vittek fegyót Izraelbe, tehát például angol harckocsik, francia könnyű páncélosok, AMX-13-osok azért voltak hegyekbe. Ez azért volt érdekes, mert igen, ez logisztika történetileg egy tök érdekes sztori, hogy irgalmatlan padlásseprést csináltak Európába. Tehát úgy kell elképzelni például Magyarországon, amikor a TS-ek megalakultak az 50-es években, azok mivel működtek eleinte? Második világháborús maradvány vontatókkal, dzsippekkel, meg Dodge Vipponokkal indultak el a magyar TS-ek. Azokat a 6 napos háború után furikázták át azokat a Duna-tengerjáró hajókon az araboknak. Gigantikus, de gyakorlatilag egy padlásseprés, tehát Európában hegyekbe állt a második világháborús hadianyag, tehát Sherman harckocsikkal, meg Lee Stuartokat dolgozott az építőipar, mint bulldozer vagy vontató. És ezeket akkor söpörték ki Európából, tehát ilyen már volt. Másrészt azt, annyit akartam csak hozzátenni, ezek a katonák azért is kellene elmondom, mert ez nem olyan egyszerű egy modern haditechnikai eszköz, tehát ez egy modern harcjármű, az olyan bonyolult elektronikával, rendszerekkel bír, hogy oda el kell küldeni egy katonát, hogy nézd, nyilván így működik a stabilizátor az AMX akárhányas harcjárműben, attól függ, hogy épp milyen típust adnak. Arra ki kell képezni a személyzetet, ráadásul azokat olyan szinten kell kiképezni, hogy az álmából felkelés tudja azt, hogy a harci körülmények között, a stresszben, ha valami probléma van, a harc kellős közepén is meg tudja azt javítani. Azt jól értem, hogy viszonylag optimisták vagytok így az európai hadipari kapacitás növelés kapcsán, tehát mert én úgy éreztem, hogy egy kicsit elaludt az európai hadipar, de mintha most már kezdene fölpörölni. Mind a kettő igaz. Az európai hadipar abszolút elaludt, de mostanra nem csak, hogy itt törölgetik a csipát a szeméből, hanem most már ébren van. Tehát egyre több pénzt teszünk ezekbe a termelőkapacitásokba. A háború kezdete óta csak a Rheinmetall 5 darab vadonatúj lőszergyárat hozott létre. Tehát, és mindenhol máshol is megy a kapacitások felpörgetése. Kedvencem a finn példa, Finnország majdnem bezárta az egyetlen lőszergyárát. Akkori az igaz finnek, ugye a nacionalista párthoz tartozott a honvédelmi miniszter egy időben, ő akadályozta ezt meg, hogy legalább valami minimum kapacitáson maradjon meg az üzem. Na most arra 3 váltásban 7-24-ben termel. Mindenhol ez megy. Magyarország is egyébként jelentős plusz lőszergyártó kapacitásokat épít ki, mert ebben az évtizedben, sőt valószínűleg következőben is egész Európában és más országokban is óriási kereslet lesz tüzérségi lőszerre. Tehát ilyesmit gyártani üzletileg is megéri, túl azon, hogy Ukrajnában valószínűleg még elég sok milliót fel fognak használni. Lassacskán ébredezünk azért, tehát különösen magyar diskurzusban folyamatosan jelen van ez Európa kutyázás, hogy mennyire felkészületlenek voltunk, még tavaly is mennyire nem volt semmink. A magyar diskurzus sok szempontból azért hibás, mert statikus képeket ad. Ahelyett, hogy a folyamatokat írná le, csak ahhoz, hogy a folyamatokat leírd, ahhoz érteni kell hozzá valamennyire. Hát ugye ezért a magyarok egyébként pont azért itt nagyjából 10 év lemaradásban vannak a valósághoz. Tehát amit az átlag magyar ember gondol mondjuk a BRICS-ről, az a 10 évvel ezelőtt igaz. Amit Kínáról gondolunk, az már inkább 20 év lemaradásban van, az nagyon messze van, mert szerintem az átlag magyar még mindig a kis bicikliző Kínait képzelje, pedig a világ elektromos autóinak a felét Kínában adják el. Gyakorlatilag Kínában vannak olyan városok, ahol már az olaszt veri az életszínvonal. Csak annyit akartam mondani, hogy nekem lassan mennem kell. Egy dolgot szerettem volna még kiemelni, hogy azért hogy milyen érdekes dolog, hogy a 14-es háború, tehát amikor a Krimet elcsatolták az oroszok, annak volt egy nagyon durva mellékhatása, amivel szerintem Putyin nem számolt. Gyakorlatilag szerintem, és az én fix idám is lehet, hogy butaságom, de szerintem kb. Megmentette a NATO-t, pont azért, mert iszonyatosan le volt építve, a gazdasági jólétben mindenki azzal számolt, hogy maximum ilyen zászlóalj méretű alakulatok kellenek, amik majd tudnak kergetőzni a közel-keleten, ha éppen valamelyik nem szimpatikus országban el kell foglalni egy területet, és ehhez képest ott tartunk, hogy gyakorlatilag Európai Unió országai, külön-külön meg a NATO is nekiáll szépen haderőt fejleszteni, és ez nem most kezdődött, egyébként 14 óta sokat fejlődött, hát meg kell nézni 14 óta mennyi új technológiai eszköz jött be, mennyire növekedtek a számok. És egyébként az Oroszország tanulmányok szakmát is megmentette. 14 előtt egyáltalán nem volt kutatási pénz, a doktoranduszainknak nem lehetett ösztöndíjakat szerezni. Azóta Magyarország az egyetlen ország, ami nem hozott létre új elemzőkapacitásokat. A világon mindenhol máshol sorra nyílnak a kutatóintézetek, újabb tanszékek, sok száz, sok ezer diákot iratunk be orosz meg ukrán nyelvtanfolyamokra, és építjük föl újra azokat a kapacitásokat, amik egyébként a hidegháború idején megvoltak. Magyarország ilyen tekintetben is teljes mértékben le van maradva. Magyarország az egyetlen hely, ahol a nyilvános szférában dolgozó oroszos elemzők száma az konkrétan csökken. Én mikor annak idén hangas PhD-sként nagyon régen felvetettem, hogy én tökre szeretnék egy konferenciára katonaföldrajzi elemzést vinni, és hülyének néztek, hogy az mi, olyan nincs, és meg kellett mutatnom egy régi, ilyen 50-es évekbeli könyvet, amit egyetemi könyvtárból kell kivennem, ugye higgyék, hogy olyan, az létező szakma volt Magyarországon. Igen, az létező szakma volt Magyarországon. Én közben szétszedem a laptopot, de még egy pár percig maradok, de nyugodtan beszélgessünk.